Áó, ne csináltok ezt velem. Itt vagytok. Van ott valaki a rádióban? Van ott valaki? Balázs! Mind meg fogtok halni. Nem jutok vissza. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sedestén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Emlékszem még arra, valamikor én a Rádió DJ-nél dolgoztam, ugye, és megnyertem egy délutáni műsorsávot, ahol engem kiküldtek élőben közvetíteni. És minden RTL-es odament a mellénézés, kérdezte, hogy hát milyen szörnyű vagy bebetonozva, és hogy már meleged van, és a hőgút a szélén vagy, és mondták, hogy nem tudom, 16-tól a 15-re én vagyok beosztva, menjek riportozni Merlinivel. Ott a büfébe üldögélt. És nagyon jól érezted ott magad. Rettetes, jól érezted. És az egészből nem látás sem. Az egész elmentem, mondták, hogy 16 óra 15-től 16 óra 20-ig a rádió DJ van beírva, menjek már oda a Merlinivel interjúzni. És akkor bent ült a kolléga a stúdióba, ugye bent a székházba, és ő felvételről dolgoztunk, és ő ezeket az anyagokat megvágta. És oda keveredtem valahogy a Merlin mellé, kezembe adtam a mikrofon, aki gyorsan, mert itt be van írva, interjúztassam le. És elkérdeztem, hogy szia Dávid, mi van akkor, ha most neked kakilnod kell? Miért nem csodálkozom? Állítólag heteken keresztül nagyon masszívan anyázott, hogy én hogy tudtam kérdezni. És az volt a jó, hogy akik akkor ott vele interjúztak, azokat mind kihangosították. Tehát az összes interjú, ami történt, ez egy közös mikrofonban történt, azt ott kiadták a Roosevelt-ére. És álltam ott sonkásszem, és gyorsan letettem, tudod, füles rám nyomták, gyorsan én jövök rádió DJ, ugye, és teljesen ismeretlen Sebestyén Balázs, csináljon Dávid egy interjúban, be van írva, meg kell csinálni. Szia Dávid, csak azt hiszem, hogy mi van, ha most neked és kiadták az egészet. Mert ott volt a csávó, állítok, akkor már 10 órája belebetonozva. Igen. Hát és mondta, hogy hát ez picit kellemetlen ez a kérdés, meg hogy ő ezt nem ezért csinálja, és mondom, de mondom miért? Rendben, nem mondom, nyugtass meg, hogyha pisilnek akkor kell, akkor... menekültél. Igen, de hogy hát mondom, ezt hallgatok, ezre érdekli, hogy és mi van, ha, hogy pisilsz. Annyira mondjuk egyébként nem örültem volna én sem, hogyha a Dunába ott bele. Hát ez egy masszív környezetszennyezés. És azt hiszem, erre már talán nem is válaszolt, és akkor jött egy kislány ilyen passzal a nyakába, és elrángattak onnan, hogy lejárt a rádió DJ-nek az interjú, és akkor visszamentem. Pedig lett volna még jó akkor eszem még egy sok. De mindenre választottam. Figyelj, de hogy miért, mit csináltam, hogy ott egyedül, meg miért egyedül voltam, nem is tudom, de egy ilyen száguldó riporter voltam. Mert tudták, hogy egyedül is megoldod a feladatot, hiszen tele vagy jobbnál a kérdésekkel. Hát most az ember őszinte, ez jutott eszembe, most hogy készültél erre az ember próbáló feladat, hát kit érdekel? Hát kit érdekel meg, hogy milyen a kötő beton, nyilván ráköt a beton, persze, hát nyilván ráköt a beton, és utána ő kimászott a megkötött beton, hogy teljesen értelemszerűen ez így történt. Azért én emlékszem, hogy sokan, sokfelől mindenféle építőépére vállalkozásokból abban az időszakban az éhelezték, hogy ők tudnának azért olyan betont keverni, amiből szerintük nem tudnak kijönni. Igen. És mi lett volna a második kérdésed, ha van rá idő? Nem tudom. De ezen se gondolkoztál sokat. Ez volt a nagy ágyú. Igen, hogy azt hiszem akkor egy ilyen Cabrio SL Mercivel járt, hogy megtarthatom-e a Verdát, ha valami Igen. Ezt még talán megkérdeztem, hogy fél, láttam, hogy nagyon szép kis Cabrio SL érkezik, hogy a sluszkulcsot nem akarod nekem kiadni gyorsan. A biztosan kell, hogy jó helye legyen. De akkor miért kérdeztél volna, akkor biztos Dávid alias David is nagyon precízen, pontosan és komolyan válaszolt volna például egy ilyet, hogy ezrek figyelnek, én mégis egyedül vagyok. Egyedül. Nincs lehetetlen. Nincs. Tehát, hogy ő ilyeneket válaszolt akkor a kérdésekre. Figyelj, azért nem kis teljesítmény volt az. Például én nem tudtam volna megcsinálni, nem tudok úszni. De egy komolyan ezekben a produkciókban egyébként mi a jó? Tehát ki hiszi el, hogy tényleg ráöntött a beton? Ha jól van megcsinálva, jól van felépítve, azért a David Copperfield, amikor eltüntette azért a parlamentet, vagy nem tudom, mit csinál, mi volt a parlamentet csinálni? Nem, valami repülőt tüntetett. A kínai nagyfalat is eltüntette. A kínai nagyfalon ő átment. Ja, átment. A produkciót az volt, hogy David Copperfield, vagy David Copperfield, mindig keverem, David Copperfield átment a kínai nagyfalon. Tehát mutatták az egyik oldalon, egy állványon állt. Utána ezt az állványt lefüggönyözték, számoltak 3-ig, nyilván között lemászott az állványról, fölhúzták a rolót, ott már üres volt az állvány, majd képváltás, és a másik oldalon egy hirtelen felhúzott állvány, vagy ilyen elhúzták a függönyt, és már a fal másik oldalán állt. És az volt, hogy David Copperfield átmegy a kínai nagyfalon.
és azt mondta, hogy Violát. Violát mondott? Violát és már ott is volt. Violát, és átment a kínai nagyfalon. És ami a mongolok még évszázadokig nem sikerült, az 40 pillanat alatt egy. Igen. Én arra emlékszem, hogy egyszer voltam David Kapper, vagy David Merlin és David Copperfield. David Copperfield előadáson az arénában. Volt ő itt Magyarországon. Mit tüntetett el? Mind ment át. Figyelj, nem, én ezt már elmeséltem nektek, hogy a nagy David Copperfield műsor... A parkolón? elérkezett az arénába. És mindenki ment, és ami brutál, ilyen 30-40 ezeres jegyárak voltak, mi tisztelet egyen ment, mert büdös... Aréna, akkor átment a Hungária. És ott világszám volt akkor is. A büdös életben nem adtam volna ennyi pénzt, ezért, de mondom, elmegyek, megnézem. És már akkor is meglehetősen kiégett, és cínikus voltam, de... Jó, hát már láttam mindent. Én láttam mindent. Figyelj, nem hiszitek el, körülbelül Rodolfo 2-es bűvészdoboz, Budapest TV, éjjel egy órakor oda kapcsolat. Tudod, mit csinált? Ez volt David Copperfield, David Copperfield műsor, aki ott volt, ezt erősítse meg. Vödör, fogott egy vödröt. Aha. Kijött a színpadra, mindenki azt hitte, hogy valami brutális, mondták, hogy ilyen kötélen érkezik. Nézegette a magyar, hogy be van-e kötve a kötél, semmi kötél nem, ott kijött a színpadra, meghajolt, így indult. Las Vegas valami kötélen érkezik, valami kötélpályán érkezett. Egyik főattrakció, vödör, üres a vödör. Kimutatta mindenkinek, üres a vödör. Esküszöm, nem hazudok, üres vödör. Tízezer ember, mi lesz majd itt, úristen? Igen, megdöstük egymást, kéke, hallottad, üres a vödör. Figyelj, megőrülsz. Úristen, jó, úristen. De durva. Letettem én is a fasírozott a zsemlét magam mellé, mondom, figyelj. Kocorra hoztam, figyelj, most. Ezt látni kell. Ezt látni. Üres vödör. Visszaegyenesítette a vödröt, függőlegesbe tette. Vissza. Visszamutatta, hogy megmutatta, illetve meg belenyúlt, és kiveti fél galambot. Dupla falu vödör, Rodolfo 2-es bűvészdobot. Hát, ha az volt. Kivett egy galambot. És így ülsz 5000 ember, és halott galamb. Aj, nem. Mit csinál nem. Ekkor azt mondta, hogy halott 30 000 volt. Halott, rohadjál meg, mutassál valami durvábbat. Halott 30 000 volt. Majd, amit nem akartam elhinni, amit azt hittett, hogy ezt már ember nem csinálja, befeküdt egy ládába, jött egy csinos asszisztens, és három részbe fűrészelt. Na, az már jobb, mert általában kettőbe szokták. Ezt most háromba. A Budapest TV de Lúcsi... nem, úgy volt háromba, hogy véletlenül derék alatt vágták el, és akkor a két láb különnek. Csak mondom, hogy ezt Luigi a bűvész a Budapest TV-n éjjel 2-től 3-ig, amikor volt a műsorideje, ő 4-be vágta magát. Tudod, így mindenki ránézett a jegyára, ránézett a színpadra, megint megnézte a jegyének, azért megint megnézte a színpadot. Három részbe vágta magát, majd fölhívta a színpadra Gönci Gábor talán, Déta Renikő. És eltüntette Gábor seggét. Hozzá is keresik. Ő hívta őket a színpadra, és azt mondta, hogy most titeket eltüntetlek. Még fölhívott még egy Rékasi, nem tudom, 5 közszereplőt. Nyilván erről erre volt beszélve. Berakták őket egy ilyen ketretszerű valamibe, vagy valami állványra, ahol nekik így nagyon integetni kellett, és így nagyon integettek. Sziasztok, sziasztok. A Palit családot nem ő tüntette? Igen. Mindenki reménykedett, hogy egyet-kettőt közülük örökre eltüntet. Letakarták őket, ketrecszor, nyilván kimásztak, levették a leplet a ketrecszor, sehol nem voltak. Csak egy vödör. És ott volt egy vödör. És ott volt egy rohadt fehér galamb. Kiderült, hogy ők kijöttek ebből a ketrecből, átfutottak, a büfések látták, hogy futnak, futnak. Kint az aréna folyosóján ők átfutottak gyorsan. Gyorsan, eltelt egy perc, pont kiszámoltad, hogy van annyi dobtak idő. A parkoló után. És visszaszaladtam. Figyelj, akkora fapad volt, és egy perc múlva a reflektor, mondták a közösségnek, hogy nézzünk hátra. Tudod, mindenki, ó, annyi, másfél perc ezzel felmásztak a színpad. És a B középben hátul, mint az A tribűn 2-es, 102-es lelátójában, reflektor ráment, és ott volt. Egy perc múlva ott is. Csak kélyegben izzadva. A Göncsiről folyt a víz. Hátra egy ilyen bűvéssegéd, így bögdöst őket, hogy integess! Érted? Megőrülte, nem itt, és álltam, mondom, hú, de jó, hogy tisztelet tegyem, de sajnálom most azt a 30 000 forintot, kiadtam. De nem volt helyismerete, rossz helyre varázsolta őket, nem oda kellett volna. Hát képzeld, hogy kidobja őket a 32-esek belé, értel az arénától. Hát mit csinálnak szerencsétlenek? És ez mi volt ez a David Copperfield? Jó lenne tudni, hogy ki volt ott. Én azt hiszem, hogy a Gönci ott volt. Igen.
hívjuk már föl a Göncit. Hívjuk. Hogy ő ott volt. És mondom, volt idő, amíg ők ugye átrohantak, és később a büfés mesélte, hogy látott öt celebet átszaladni. És ők ott egy perc alatt feltűnt, és ez volt a műsor, a végén még odavarázsolt a színpadra egy kocsit, ha jól emlékszem. Na, az mondjuk menő volt, villantott egyet, üres volt a színpad, csinált, és egyszer csak megjelent egy kocsi, azt mondom, ez jó. Nem volt meglepettség az arcán. Figyelj, 30 ezer... Hogy a... Ez 30 ezerért tényleg egy vödörből elővesz egy galambot, ami dupla falu vödör, meg négy részbe vágja magát egy ilyen nyomorúságos bűvészládából. De kifelé menet nem volt ilyen, hogy egy ilyen bajuszos tűzrendész van a vödrön. Hagyja már vissza valaki a vödrön. De most már tényleg ostá. Szóval, hogy az, az valami elképesztő volt. Az valami elképesztő. És így ültél, így vártad, hogy még visszajön, tapsoljunk, ne, és soha többet nem jelent meg, és hazament mindenki. Nem örültem még annyira tiszteletjegynek. Mint igaz, akkor. Igaz. Igen. Várj, megmondom, hogy kiket varázsolt, de szerintem a Gönci volt, a Détár volt. Fú, nem emlékszem. Tudom, hogy négy-öt közszereplő. Akik nyilván előre lepróbálták ezt az egészet, tehát nem úgy volt, hogy őket ott kiemelték és fölvitték, hanem előre tudták, hogy mi a trükk. Hosszú, komoly, nagy szerződéseket irattak velük alá. De testesebbeket akkor ezek szerint nem varázsolt. Tehát, hogy ők meg nem tudták volna abszolválni. Igen, 15 másodperc alatt azt az 50 méter. Nyilván engem nem válogattak be, mert tudták, hogy másnap elmondom a trükköt. Alig várom, hogy mikrofon közelbe kerüljek. Figyelj, de ez tök jó. És nagy sikerük volt amúgy? Tehát volt olyan, hogy mit tudom, onnan ment valaki, hogy szia Gábor, nagy rajongod vagyok, nagyon tetszett, ahogy átfutottál. Igen, szia, hello. Nem látjuk, hogy nyilván a futás. Csilla vagyok, figyelj, nagyon tetszik, hogy... Nyilván ők a futást ugye nem látták, de hát valahogy A-ból B-be ugye át kellett. De a büfések igen. Hát a büfések igen, és A-ból B-be át kellett kerülni. Na most ugye, ha ő elvarázsolja őket egy ketrecben, és ott látod őket, és egy másodperc múlva föltűnnek a másik oldalon, akkor azt mondod, na ez így azért rendben van. Ez így jó volt. De egy perc alatt ördögszekérbe ketten pókjárásba átérünk. kint a folyosón. Szóval az valami fantasztikus volt. De állítólag ő egyébként Vegasban, vagy mindenhol valami brutál nagy sót csinál. Meg néha valami szigetére elrángat egy nőt, akit ott meg akar erőszakolni. Igen. Bevarázsolja vadas? Így szokott ilyen David Copperfield nagyon. Hát a Claudia Schiffere, vagy valaki volt egy pere, ugye? Hogy igen. Ő meghívta a saját szigetére. Magárepülővel odavitte, csak Claudia nem akart annyira flottul kötélnek állni, mint amennyire David azt feltételezte volna egy ilyen nagyon kellemes kis rákvacsora után, és akkor bezárodott a szobajtó, és mondta David, hogy most én mutatok trükköket. nem nagyon engedte ki a szobából Claudia Schiffert, és elég hosszú ideig ott erőszakkal bentartotta. Hát de most mit gondol Claudia Schiffer is azért, az a repülőjegy, ezt csak meg kell hálálni. Hát, a rákvacsora se olcsó. Hát nem gyenge. De milyen durva, hogy a brutál milliárdos mindenki a lába előtt hever, nem? És mégis arra kényszerül, hogy megerőszakolja nőket, mert egyébként senki nem akar vele lefeküdni. És nagy bali pere is volt, nem tudom, hogy aztán leültették, vagy nem, azt hiszem talán felmentették. De hogy ott pont Claudiát rabolt el egy ilyen kis cigetecskére. De nem kellett Claudiának David varázspálcája. Ti nem voltatok soha ilyen bűvész előadáson? Vagy ezen nem voltatok? Én annyira utálom a műfajt. Én nem tudom végignézni. Egy jó illúzionista az jó egyébként. Tehát most van ez a Dynamo vagy Dynamo, hát ő amiket csinál, az jó, a szenzációs. Az jó, meg hogy utcán csinálja, még hogyha ott is azért nyilván van egy-két beépített ember, de ilyen kicsit ez itt a piros holap pirosos, hogy oda megy valaki, azt tesz rá, nyer, én is nyertem, aztán kiderül, hogy az unoka őse, vagy mit tudom én. Tehát, hogy biztos, hogy ott is vannak beépített emberek, de én valahogy nem annyira. Pedig mondjuk ezeket az ügyes ilyen trükköket szeretem, az ilyen mikromágiát. Egy dinamó, ugye mondjuk a magyarul mondjuk. Mindenki... ott van például áramfejlesztő is, aki nagyon jó. Aki áramfejlesztő srác, ő egyébként rettenetesen ügyes. Olyan dolgokat csinál az interneten, hogy a hajad égnek áll. Tényleg érdemes rákeresni. Ő nagyon jó. De mondjuk hát egyébként Dávid Merlini betonba öntése se kutya. Utána, de hát, hogy, de tényleg döbbenet. Azért ne felejtsük el, hogy egy szápolóba jött ki a vízből, érted, ami tiszta piros volt. A piros, láttam a ruháját, mi az a piros, jaj, vérzik, nem, az csak nem. A mentő mellé. Nagy dolog átmenni a kínai nagyfalon, menj át Abonyba négyesen. Egyébként, tök jogos. Ott kapd össze magát. Így szekülte nekünk, köszönjük szépen. Bűvészkedjél. Négy éve hüllősóra vittem a keresztfiam, és még 3-5 éves barátját, egy leguán, 2 kaméleon, 6 darab kígyó. A végén fél pucér nő nyakában a kígyóval rázta magát. A gyógyörületet. És ez még az extrás. Igen.
3 percet rázta magát egy nő nyakában a kígyóval, mindez borsos árért, felnőtt 2000, gyerek 1000, fél óra. Kicsit lebögtem a gyerek előtt, nem ezt ígértem, csalódottság volt neki. Hát, de ez még extrás gyerekek, én voltam olyan hüllő. De várj, itt voltak hüllők, meg volt show is. Voltak, micsoda. Én voltam olyan hüllősón a gyerekkoromban, a Balaton partján, hogy egy darab mozdulatlan kígyó volt, amire azt mondta a tulajdonos, hogy alszik. Esküszöm, egy ilyen terráriumban nem egy darab kígyó és 2 darab madárpók, óriáspók, de ott is szerintem a rajszög látszott hátán a pókoknak, ahogy ez volt, nem, nem emlékszem, hogy ennyi pénz, de anyám azóta emlegett, hogy 2 ilyen nagy madárpókot láttunk, meg egy kígyót, és senki nem mozdult. Azért volt egy kígyó, mert volt több kígyó, és csak a kisebbiket megette nagy, és azért pihent, mert emésztett. 2 az 1-ben. Tessék, two in one kígyó volt. Szörnyű, így befizetsz valamire, így várod, viszed a gyereket, és az, na most figyelj, most a vándorcirkusz, most majd a kígyósó, meg a nem tudom, és egy ilyen ez szakadt félpucér nő ott rázza magát egy ilyen félig halott kígyóval. Szörnyű. És kifizetsz egy csomó pénzt, nem? Mi is voltunk dínoson, ilyen fél percenként így megmozdult, tudod, hú, dino, izé, hű, és akkor valami mozgatta a fejét, de úgyhogy tudod, így érezted, ahogy így egymásba marnak a fogaskerekek, és akkor valamilyen tengely kapcsolódik, és érezted a vesztegést, hogy most támad. Csak tetszen a gyereknek, csak tetszen a gyereknek, csak tetszen. Na, és ez a félelmetes T-Rex, látjátok? Igen, hihetetlen. Hát csoda, hogy ő volt évmilliókon keresztül a föld királya. Ez most volt valamikor, mert most van egy, nem? Nem, most már van egy ilyen jobbak. Nem, ez nem volt. A panoptikumok ilyenek. Nem tudom, mikor voltatok utoljára. Én az összes panoptikumot gyűlölöm, nem szeretem. Nem szeretem, mikor odás, és akkor élőben bemutatjuk a rettegést, a középkor legsötétebb kamerái. Most belenyúltál. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy én imádom a várakat, de amikor be van rendezve egy várnak az egyik terme, és látjuk második Lajost, ahogy hívják, ahogy ott ül az udvartartás közepette, és picit el van csúszva a parókája, így a fél arcát kitakarja. És megholvadt a viasz tavaly nyáron. Üveges szemmel. És mindenkin kivétel, mindenkin ilyen Kövér Lászlós bajusz van, de hogy mindenki, tényleg csak az udvarhölgyeken nincs. Mindenki, és mindenki ugyanez, és mindenki ilyen lehetetlen pózokba, és valakin látszik, hogy már egy picit meg van repedve a lába, egy kicsit eldőlt így jobbra, az alabárdos. Tudod, valakit meg meglökött egy ilyen játékosabb kisgyerek, és így a sarokban bennáll. Bennáll, mint egy ilyen kirakati bábú, hát azért az erős. Az erős. Én ott inkább arra szavazok, hogy jobb lenne az üres terem. Tehát, hogy inkább bízzák a képzeletükre. Mexikóban fizettünk be cápa simogatásra, ezt figyeld. Majd, mikor oda mentünk, közölték, hogy elúszott. Hát, de mind? De itt volt. Hát itt volt. Hát most elment. Hát ilyen a kedve. Szét simogatták a gyerekek itten. Hát nem elúszott, most. Hát elúszott. Hát ne arra úgy, akár 10 dollárt befizet, elúszott, hát majd vissza. Hát akkor azok is gyereket ottan, na, az még megsimogattam. Amelyik ott szólt, de elégett az arca. Kérdezzék meg, milyen volt, még a gyerek elmondja. Igen. Balaton Afrika Park. 2 rugó volt perkom, csak azt mondja, hogy pléhlemez siráv volt, meg műanyag majom a fűszván, és a végén karton kuntakinte. Sírtunk, így a Renátó. Itt azért, belőle, igen, de... itt azért élek a gyanúperrel, hogy ott valahol ott el volt húzódva a zebra, mert amikor én voltam, meglepően 3D-s volt. Tehát, de, hogy, jó, hogy de, nem, de azért a műanyag majom ül a fűszván, azért az elég dekoráció volt, csak tudom, hogy ki vannak rakva ilyen kis sárkunyhók, és akkor van körülöttük dekoráció. És műanyag majom van a fűszván? Azt nem figyeltem. De jó, mert amikor pattogott vissza a fejéről az ócsemege, akkor éreztük, hogy ez már nem fura hangja volt. De ott a kiállítás nagyon jó, én ezt nagyon szerettem, van ott, van zebra is, és ott tevegeltem életemben először, tehát ott azért élő állatok is vannak. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ráraktunk egy cetlit a pohárra, hogy ne vidd el. Erre valaki ráírta, mert... Miért kell ezt megmagyarázni? Meg kell magyarázni ezt valakinek, hogy miért ne vidd el? Most te tényleg ezen húzod magad? De most komolyan. De miért kell ráírni azt, hogy mert? Hát mert nem tudja. Szeretné, okokat keres, ugye?
Aha. Okokat keres. Apró betűvel kellett volna megmagyarázni. Apró betűvel kellett volna ráírnom azt, hogy azért ne vidd el, légy szíves, ezt a poharat, mert hogyha megtelik a pohár, akkor kiömlik belőle, vagy ha nincs alatta, meg pláne gyorsan megtelik az a tálca, ami a, hogy ez most minek kell. És ráírta valaki, igen, hogy mert most mit írjak rá? Anyát. Hát írd ezt le. Mert eltörnek az ujjai. Na írd le, azért, mert egyébként kifolyik a kávélé. De hogy, de nem, nem, tudod mi van ilyenkor? Egy ilyen üzengetés, mint a budi falon. De nem, üzengessünk, hát nézzük meg. Írjunk most neki valamit. Nézzük meg, hogy holnap válaszol-e. Most írjál valami provokatívat. Nem, azt csinálom majd, hogy akkor azt írom rá, hogy egy picit így tovább passzol a labdát. Szerinted? Hát ez nagyon merő. Írd rá. Igazad van. Írd rá, hogy szerinted. Szerinted? Szerinted, jó, hogy mit válaszol? Nézzük szerinted meg. Miért ne? Na gyerekek, hát nézzük meg a kollégánkat, ki lehet? Tehát ki lehet? A Viktor van ott. A Viktornak nem ez a stílus. A Viktor nem ez. Vagy már 20. spotot készítette, és már kicsit be volt pöccenve. Valaki átjön innen, ugye mert nekünk egy másik helyen van a szobánk. Aha. Tehát valaki, aki... Aki kávézik. Biztos, hogy kávézik, mert kávét főzni ment át. Igen. Vagy ebédet melegíteni, mert mikrofon. Öntudatos sértésnek veszi. Egy ilyen feliratot, ha valaki sértésnek vesz, az egyébként valójában önbizalom hiányos. Mert ha te azt gondolod, hogy ez a cetli, amit odaírnak, az pont neked szól, akkor pont úgy érzed, hogy az téged megtalált, és erre vissza kell írnod valamit, mert nyomja az önérzetedet, hogy neked most beszóltak. De az az erő, az az ember nyomja ezt erőből, és találja meg az önérzetét, akinek kicsi az önérzete, érted? Nem? Önbizalom hiányos. Hát igen, ez egy önbizalom hiányos ember. Jáksó? Aki... ő nem jár be a rádió. Ő egy hónap egyszer egy órára jön. Nem kapcsolják a szívem, mi a számla. Amikor a számlák le kell lenni, akkor fölvesz két telefont, azt rögzítik, és az megy egy hónapig, ő nincs a rádióban. Itt van a pohár egyébként, annak közben behozta. A Facebookra, nagyon és... jó. Ne vidd el, köszi. Még egy smiley jelet is rajzoltál, nagyon cuki vagy. Figyelj, hogy nehogy sértődés legyen belőle. A kérdés, mert, kérdőjel, mert alul, és utána már ott van a szerinted. Anna már meg is csinálta, alá is ragasztotta szerinted. Jó, tehát most akkor zajlik az üzengetés. Egy önbizalomhiányos, önérzetes, önképzavaros embert keresünk itt a rádióban. És gondolod, mit kell ahhoz érezned, hogy egy poháron keresztül téged valaki azt gondolt, hogy megszólított, és az neked szól. Igen. És hogy te azt érezd, hogy téged ezzel most leparasztoztak. Hogy mert... Hát miért nevi, azt csak, amit akarok. Én nevigyem, mert nekem mondod, érted, hogy ember mögött milyen lelki folyamat van. Csak ilyen kis spályeg, nem vagyok én valami kis tini a facebookról. Nem vagyok én a haverok. Nekem megmond, hogy én mit csináljak. Nekem senki nem mondja meg, nem hogy én mit csináljak. Nem azért járok ide meginni a kávétokat, hogy csak így masterkázzál velem. Ráadásul a mi kávénkat isza. Hát igen, tehát, ebben az a legszebb, igen, hogy a mi kávénkat isza, ami nem vagyok kávéri. Tehát így meg nyugodtan, én nem sajnálom tőle. Roli? Bejött hajnalban, ahol van itt valami piabban. Ki ez a kávé? Léci, ne vidd el! Oda-vissza, ahol akarok! A Roli sem mindig részeg egy önben egyébként, csak mondta. És az is baj, hogy nincs olyan állapotban ő, hogy írjon. Igen. Tehát egy mertet oda tenni egy kérdőjelre, viszonylagosan azért így a jobb agyféltekédnek, meg a bal agyféltekédnek harmóniában kell működni ahhoz, hogy tudjál írni. De nem a Roli. Ez nem a Roli. Csabi? Én nekem lenne tippem, hogy ki volt gyerek. Horsi. Na. Nem akarom megnevezni. Tényleg? Nekem van tippem. Van tippem. És ő is oda jár hozzánk kávézni. Gyerekek, mindenki hozzánk jár. Oda jár. Igaz. Tehát nálunk két dolog van, amiért jönnek, mert nem miattunk. A mikro. Tényleg. A mikrom. A kávé. Nem a társaságunk. Abba biztosak lehettek. Kiderítjük. Igen. Rajta van az üzenet, rajta van a válasz, meglátjuk. Anna, hozd már ide, Léci, a bögrét. Hol tartod ezt a bögrét? Ez hol van? Ez a kávéfőző hát alatt? A kávéfőző alatt. Hát azért van, hogyha esetleg, mondom, ürít a gép, van egy ilyen automatikus ürítési funkciója, hogy tisztuljon egy kicsit így a cső. Figyelj, én ezt imádom, ezt az üzenetet. Legyen alatta. Ezt a mer, ezt nagyon szeretem, és szerintem ez neked szól. Tehát ezzel szerintem téged akarnak húzni, nekem ez szent meggyőződésem. De én ezt szeretem. Tehát ennél prostóbbat, mert... Ez, és tudom, hogy tényleg egyébként téged ezzel ki lehet dolgítani. Eleve utálom az ilyen. Ez neked szól szerintem. De ebben biztos vagyok, hogy ez neked szól. Mert miért utálod? Mert? Miért utálod? Srácok, csak mondom, üzen, ha hallasz, a parázs is égethet, nem csak a bozott tűz. Mint az a találós kérdés, hogy melyik három kérdés hangzik el a verekedés előtt? Mi van, mi van, mi van? Mert van rajta új.
Itt van. Mit írt alá? Sok kérdőjel, és ugyanaz írta a Mertet, mert ugyanúgy írja, tehát ez biztos, hogy ugyanaz az ember. Mert a tied. Óriás. Nem a, bárki csinálja, imádom. Nem az enyém, de csak akkor ír erre alkoholos filccel, hogyha a tiéd, mert hogy egyébként ráírt a pohárra. És ráadásul kiborul az alkoholos filccel. De mert alkoholos filccel ír rá a pohárra, már tudom, hogy semmi köze nincsen. Szó, mert tudták, hogy te ezen kiborulsz. Nagyon prostó, primitív módon alkoholos filccel. Mert a tiéd. Holnap bekamerázzuk a helyiséget, Jani, veled igen. vagyok. Tegyünk kamerát. Szereznünk kell egy kamerát. Ennyi. Vagy őriztessük a gépet az őrrel. Na? Figyelj, valaki utál. Tehát itt konkrétan rád mentek. Tudták, hogy te ezen kiborult. Ez most a szemmeggyőződésem, hogy ha ez egyszer kiderül, ki volt, az tudja, hogy te ezen kiborult. Hát biztos, ez neked szól. Utálnak több pohár lenni. ez neked szól, ezt is lefotózzuk. Hihetetlen. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Benit megkérdezzük, hogy mi legyen a tesójának a neve. Mert hogy elkezdtünk neveket nézni, és gyerekek, mindig rájövök, hogy én nem tudom, hová tart ez a világ, de olyan neveket találtam, amiket behoztam megosztani veletek, nem hiszitek el, hogy emberek megint milyen neveket adnak a gyerekeiknek. Hogy mik szerepelnek már egyébként a Magyar Tudományos Akadémiai Nyelvtudományi Intézet által jóváhagyott utónév könyvben, miket vesznek be, hogy erről már beszéltünk régen, hogy ezek hogy kerülnek be, de hogy szülők miért adnak ilyen neveket, hát figyelj, ámuldozva néztük. Benit megkérdeztük, hogy mi legyen a nevem. Ő azt mondta, hogy legyen kókuszgolyó. Na, de jó! Nekem szép volt a Sebestyén kókuszgolyó. Szép. Tök jó. Igen, ő mondta, hogy ő ezt szeretni. Kicsit édesszájú. Szóval, hogy hát gyerekek, döbbenet. Döbbenet. Van egy-kettő naturális, amiről szerintem nem tudjátok eldönteni, hogy nő vagy férfi név. Mi nyilván a fiú utóneveket néztük, de nem némi perverzióban, hanem mert ebben vagyunk érintettek. Lehetne Sebestyén Justin. Justin DJ-vel. Tehát csak nem is Justin. Ne. Sebestyén Justin. A kis Justinka. Hát most mi a bajod vele? Hogy van a kis Justinka? Jól. A kis Justinka. Lehetne még Gino DJ-vel. Gino. Ő egyébként ott ezt hallgatná az általános iskola mind a 8 osztályában. Gino. Igen. Lehetne a kis Jamal. Ezen is gondolkozom. Jamal? A kis Jamal. Hú, az nagyon muszlim. Az nagyon izé. De egyébként határozottan elgondolkozunk a Giulion is, DJ-vel, The Giulio. Figyelj, ezek létező neve. A kis Justin, a kis Gino és a kis Giulio. Figyelj, nem hiszed el. Ugye aztán észrevettük, hogy a népszerű sorozatok, filmek, azok mind ott vannak. Tehát valaki tök komolyan azt a nevet adja a gyerekének, hogy mondjuk, mit tudom, Sebestyén Boromír. Ez is jó. Vagy Sebestyén Gandalf. És ezek be... Nem rak, de Gandalf. Hogy Gandalf, bejegyzett. Tehát az azt jelenti, hogy már legalább egy ember azt adta. De Gandalf. Aki szürke Gandalf. És majd kiszól az anyjába, hogy jöttöm rá, 5 nap múlva számítsatok. Keletfelől pirkadatkor. Figyelj, ha a dzsések is népszerűek, meg a filmsztárok is, akkor legyen Sebestyén Django. A kis Django egyébként. Szóval, hogy adnál ilyen nevet a gyerekednek, hogy Gandalf. És van még a hobbitok közül is van. Abszolút van, tehát van Boromir. Aha. Ugye azt mondtam, van a Gandalf, van a kis Frodo. Lehet Frodo-t ezt a nevet, hogy Frodo, ezt adhatod. Sebestyén Z. Frodo. Sebestyén, mit tudom én, Justin Frodo. Így, a kis Frodo. Igen, mert vagy filmszílész lesz, vagy énekes. Ennyi. Tehát előre eldöntjük, hogy mi legyen. Ebből a kis Frodo. Figyelj, nem, sírtunk. De legyen Vésztyoslob. Legyen Sebestyén Sauron. egész egyszerűen döbbenet. Immanuel, szintén. Adhatod neki. Immanuel. Ível. Uh-huh. Tehát rendesen Immanuel volt ugyan. De hogy meglegyen annak a férfi megfelelője, adhatod neki, hogy Sebestyén Immanuel. Igen, elindult Immanuel. Gergely Immanuel. Hogy ez, és aztán vannak azok, amik egész egyszerűen megfejthetetlenek. Még találtuk az Özsébet, amin elgondolkoztunk, hogy egyébként az is nagyon jó lehet. És Julien Zsével. Jó, hát ez már ugye Sájgely szólt, az már. Hát ő még nem, talán ő nem, még, ő még, nem, ő még nem így írta. Igen.
És kiszorítja a palikat, a Jánosokat, a Ferenceket, hát igen. Istvánokat, igen. Azokat lehúzzák ilyenkor? Tehát csak úgy tudsz fölkerülni új névvel, hogy egyet ez egy érdekes dolog egyébként. Szerettünk volna megszólalni, csak nem értük el, hogy vannak-e azok, akik egyébként kiesnek. Mert szerintem egy csomó nevet ugye már nem kérnek. Aha. Csak tehát, az nincs. Tehát rengeteg olyan név van, amit már egész egyszerűen nem ki. Szerintem egy idejét múl, válik, divatja múltjá válik, vagy aha. Hogy köszönöm, tudnék, nem lennék fáradt. Divatja múlt, az egy jó divatja múlt, igen, jó, kivétesen jó szókapcsolatot találtam meg. Tehát nyilván egy csomót nem kérnek, azokat tényleg ilyenkor leveszik? Hát igen, ezért lett volna egy olyan szakértődés, és nem tudtuk elérni a Horváth Aladint. Nem, az a baj, szerettük volna megszállítani Spermarjan, de nagyon ezt kezdjük el, mert ő 600-at tudott. Tehát aztán megpróbáltuk rizottót is, de sajnos nem tudtuk. Ha történetesen, mert ugye már erősen a bioldalon vagyunk mi Ferivel, te pedig nem sokára már megfordítod a lemez. Lassan én is átlépek, igen. Hogy csak mondom, hogy közben a kis fahéjon, ha szeretnél elgondolkozni, adhatod ezt a nevet. Hogy jó a fahé. Kis fahé. Egyébként igen, tehát adhatsz ilyen nevet, hogy a kis fahé. De az lány. Az valószínű, hogy összeírogattam vegyes neveket is, igen. De igen mondjuk, a kis Balzsam, ha szeretnéd, akkor hívhatod Balzsamnak is, mert hogy sokan kérték a Balzsamot. Mondjuk most látok erősen, Balzsam. A kis Balzsam sanszos, például még a Sebestyén Zakkása is. Jó, de azért az, hogy mondjuk Ozorán fogantál, és bevették az utónévkönyv, és ott vagy Ozora. Ozora a kis Ozora. Hát nézd, Pécsi is lehetett volna, de Ozora élet. Igen. Voltunk Jakabszálláson Ozorán, hát valószínűleg inkább Ozorán fogantál. Megszületett a kis Ozora. Hogy mit akartál mondani? Igen, és itt van velünk a kis Eki is. Ez minek a rövidítés? Ekolézen? Nem. És a hárs és a dió. De az, de ez még aranyos. De miért? A hárs. Hogy valaki diónak hárs, hívnak. Vadon dió. Jó napot kívánok, jöttem az állásinterjúra, Sebestyén dió vagyok. Azonnal elmutat. Hát esélytelen vagy. Esélytelen vagy arra, hogy komoly életed legyen azzal a nével, hogy ki jön ma felelni? Dió, légy szíves. A kis dió, jöjjön a kis dió. Legyen szíves felelni, jöjjön a kis dió. Rákóczi hárs. Igen. Rákóczi fahé. Miért? Nem hangzik jól. Vadon túja. Beteg. Nem azért az is beteg, ha valaki béke, meg áldás. Tehát, hogy ilyen neveket ad a saját gyerekének. Ezek szintén fönt vannak. Ugye a kis béke, meg a kis áldás. Tehát, hogy azért ez nagyon, nagyon torz, vagy számomra nem torz, legalábbis fura gondolkodás kell. Megszületett a kis áldáska. Nagyon jól alszik. Nagyon jól alszik a kis áldáska. Már szobatiszta az is áldáska. Szóval, hogy ezt így hogy? Most ki a kedvencetek ilyen filmes vonalról? Mert ha esetleg megbudjan az agyunk, mondom. Trónok akkor. Harcában ki a gyerekek, kérdezze. Most Trónok harcát nézek, Breaking Bad-et nézek. Én is bele lennék egy Vadon Sándor kligént. Kaliforgiát nézek. Most nézek egy új sorozatot a Halle Berry-vel. Kalifornia, na az jó. A kis Kalifornia, nézd, hogy megnőtt a kis Kalifornia. Nézek egy új sorozatot, az nagyon jó, az Extend nevezeti sorozat, a Spielberg a producer, a Halle Berry játszik benne, egy ilyen ufós, robotos földön kívül is elég... Hát, na, Sebestyén Spielberg Berry. Elég jó. Hogy, igen. Döbbenet. És utána ezeket a neveket nem is nagyon tudod becézni. Szóval, ha azt a nevet adod a gyerekednek, hogy Sebestyén Polikárp, akkor... Arancsos. Polikárp. Polikárp, igen, Polikárp. Ez is szintén fönt van. Igen. A Piramúsz, a Placid, a Platón és a Polidor mellett. Polikárp, az lehet Kárpit. A becézése. Meg a kis Ricardo mellett. Kis Poli. A Platón, az hogy mi? Gépkocsivezető és egy zillen fogant? Nem tudom. De hogy döbbenet. Döbbenet, hogy milyen neveket adnak. És akkor a megfejthetetlen fiú vagy név. Valaki azt a nevet adta például a gyerekének, hogy a kis Móka. A kis Móka. Kis Móka. De mi vicces volt a gyerek? Igen, vicces volt, és ez a név is létezik. Ez szerintem inkább egyébként fiú név. Ezt így beírtam egy kategóriába. Ez a kis Móka. Hogy azért nem könnyű nevet választani. Nem egyszerű. Mök lehetne klaviatúra például a fiam? Lehet, a kis klaviatúra. Ha sokan kérik, kis ha sokan kérik, akkor egyébként igen. Igen. Nem tudom, az Özsébelé most szemezek egyébként. Nem rossz. Mondjuk különleges, az biztos. Jó, de Özsi. De megint megnéztem ilyen, hogy Titusz tényleg létezik. Tehát én többször gondoltam. Nem, én többször gondoltam, hogy ilyen neve ember nincs, de hogy egyébként megnéztem, és tényleg. Tényleg ott van. Most mi a bajod a kis Angelóval? Nagyon jó. Olaszos, tök jó. Angelo. A kis, hogy van a kis Angelo? Van olyan név is, hogy Cvi. Fiú név. Cvi. Cvi. És nem, miből van? A lap alján van, és már nem fér rá. Elfogyott Cvi. Cvi. Valaki ezt a nevet adta a gyerekének, igen. Cviker. Cvi. Igen, Cviker, de hogy Cvi. Cvi. Ez tulajdonképpen ez egy név, igen. Nem túl sok, de annál titokzatosabb. De kisfiú lesz, akkor nem lehet Özséb, vagy az Özséb, az férfi név. Tényleg?
Na hát akkor ez egy mifelé külön... hajlottok? A kis herceg. Mert hogy ez is van. Kis herceg. Kis herceg. Sebestyén kis herceg. Nem mondom. Van ilyen, hogy Mészáros kis herceg. És igen, egyben van írva, hogy kis herceg? Kis herceg, igen. Szerintem. Kis herceg. Sebestyén kis herceg. Mik a rangjához méltó, ugye? Szerintem kicsit nagyképű, de egyébként nem rossz. Van már listátok? Kiírtátok erről? Tehát szűkítettetek? Kiírtatok amit erről? Amit ne listájuk van. Nem, mert most... De többen mondták egyébként, hogy a Hill az nagyon jó lenne. Akkor van egy Benny, meg van egy Hill, és akkor ezt a kaszatöbb is javasolta, hogy legyen Hill. Benny, Hill, gyertek ide! Tehát igen. Benny, Hill, ide gyertek! Vége a játéknak a kertben, gyertek ide! Igen. Vagy Benny és Clyde, még ezt is. Ez is jó. Benny és Clyde. Ez is a TV javaslat, hogy legyen, igen. Igen. Vagy Benny és Clyde, ez mindenféleképp jó legyen. Női név, csak mondom, ajándék. Ajándék. Hát az milyen szép, nem mond már az élettől. Sokat vársz. Most lenne egy lányod, hívnád ajándék. Tönkretennéd úgy az életét, hogy hívnád ajándéknak. A kis ajándék, tönkre, nézd. Ja. A kis pocaklakó megérkezett, és ő a kis ajándékunk. Mi legyen neve? Hát legyen ajándék. Nő, bejegyzett női név, hogy ajándék. Ennél mégiscsak szebb a Rákóczi placenta. Hát nem. Szóval milyen elmeháborodottnak kell lenni ahhoz, nem? Hogy mit tudom én? Én mondtam ezt a múltkor, hogy ezt hallottam, hogy aztán ez most felvetné, vagy nem felkészült Jurassic Brandonka egy kickbox verse, hogy ott nem tudom, hogy melyiket tudták átiratni, talán vezetéknévben nincs ilyen. De hogy a Jurassic Brandonka felkészül, azért az... Hogy el nem gondolkodnak el a szülők, amikor ezeket adják. Mert hogy van egy csomó név, ami gyereknek még cuki, igen, de előbb-utóbb felnő. És ott viszont kellemetlen, ha mondjuk ajándéknak hívják, nem? Nagyon. Ugye? Te kérheted, ha ugye, a 18-adikat betöltötted, akkor kérheted. Hogy saját magam. Igen, tehát meg tudod, át tudod keresztelni magad, igen, tudsz névváltoztatást kérni. Bármikor lehet fel. Rákóczi Szántanna Ferenc. Hát, de azért ennél többet vált a szakvezetés magától járat. Igen. De van lány nevek közül, ami nagyon cuki. És aztán az ember elgondolkozik rajta, hogy oké, de hogy például ezekből a cuki kislányokból, zabálni való gyerekből, egyszer egy felnőtt lett. Ilyen számomra például az, hogy eperke. Ez most igen. Nagyon nagy divat. Mm-hmm. Eperke. És kicsinyítővel van? Tehát nem eper, hanem eperke. Tehát ez egy női név, hogy eperke. Na most gondolj bele, hogy amíg ott totyog, gügyög, mennyire helyes, jön a kis eperke, nem? Ez valaki 45 éves, igen. Megérkezik az osztálytalálkozóra. Eperke vagyok. Megjöttem. Én vagyok Eperke, az új babysitter. Jó napot kívánok. Igazgató a gyerek. Lesz belőle igen. Valahol. Ki veszik komolyan? Eperkének szóltatok? Jöjjön Eperke is. Érted? Tehát, hogy és ez sokan adják rá, és ezt tudom, hogy ez nagyon népszerű az, hogy Eperke. De akkor nem zavaró, hogyha mindenkinek valami hasonló neve van. Tehát a kis málnácska. Így van. Borsok, azt mondja, légy szíves Eperkének, hogy... Vigyel áfogyát fürdeményre. Kicsit ilyen hupikék, törpikékes fíli. Igen. De ezért ez tényleg megdöbbentő. Kíváncsi vagyok, hogy kik azok, akik utálják a saját nevüket. Írjanak már nekünk olyan hallgatók, akik tényleg tiszta szívből gyűlölik a saját nevüket. Vagy akik változtattak, mert úgy hívták őket, hogy a vezetéknév és a keresztnév együtt az nagyon rosszul jött ki, mert ilyen is van egyébként. Tehát amikor ugye nem stimmel, vagy rossz a hangzása, vagy egyszerűen a szüleid jó fejek voltak, vagy még részegek voltak a keresztelőnél, vagy nem tudták eldönteni, és gyűlölöd a saját neved. Szerintem rengeteg ember él úgy, hogy egyébként nem szereti a saját nevét. Nem? Itt már jönnek, majd olvasd el. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert frusztrál úgy, ahogy hívják, mert a szülei vagy humorizáltak, vagy igen, ajándékot hoztad. Egyébként az jó, hogy a szülei humorizáltak, és ezért gyűlöli a saját nevetét. A Vinetto az nincs benne, ez valaki írja. Nem, a Vinetto az nincs és benne. És egyedik érés nem lehet? Sebestyén Vinetto. Egyedik érés nem lehet? Vinetto. Nézd a kis Vinetto. Nézd, hogy rohan. Hát milyen ügyesen lovagol a kis Vinetto. Egyedik kérés, hogy te odafordulod az akadémiához. Hát, hogy csak egyen, csak igen. Hogy nézd, tehát ugye történelmi személyiség, irodalmi személyiség. Inkább irodalmi. Irodalmi személyiség, és szerinted ez megér, tehát hogy jó lehet. De vannak alternatívá is? Mit tudom én, a Lakatos Csingacsguk, vagy pedig a Rézműves Magua. De ez a Réz angyalát, igen. Igen, utálom a saját nevem, nő vagyok, eutanáziának. Jó, hát.
ki se utanázni. Igen. Hajnatos közben korpusz eutanázia van. Igen. Csak mondom, hogy miket utasított el a Tudományos Akadémia, mert hogy ők közben egyébként kiadják az elutasított neveket is. Elutasították azt, hogy kazetta, radiátor, radiátor, azt mondták, hogy azért mindennek van határa, a radiátor nem engedték. Ki volt az a pihentagyó, aki bement, hogy szeretne radiátor lenni? Elutasították még a csibécskét, a pöntyit és a csikót. Pöntyi az aranyos. Persze. Hmm. Pont. Egy hat pont, éves korig. Hát már túllötted szerintem. Négy. Hat évesen a gyerek már, ha lepöntyized, pöntyi, és ott látja az iskolában, hogy ott pöntyizik, már simán elengedi a kezed, és azt mondja, hogy apa, ne. Na nézzük a hallgatói SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatók. Ki az, aki utálja a saját nevét? A legjobb, amit eddig hallottam, Kanalas Al Pacino. Legyen Rákóczi Nintendo. Igen. Vagy Vadon Marlon Brando. Uh-huh. Ezt. Vagy Segébestén tablet. Gyerekek, nem egyszerű. Igen. Figyelj, a vezetékneveket is meg kéne vizsgálni, mert uh-huh. ott is van érdekesség. Hogy hívták az évfolyamtársadat? Hamburger Barbara. De ez... Hát nem lehet. Ne! Eskemi, gondolod, vállalom egy országot. Szia Barbie. Tényleg? Hát dehogy nem. De hát... milyen szívesen Barbara volt. Hát egy tök cuki csaj volt. Hamburger Barbara. Középiskolai évfolyamtársam volt. De hát azért volt a vezetéknevek, azok mindig utalnak valamire, abban mindig van történelem, abban mindig van eredete. Hamburger. De jó. Hamburger Barbara. Hamburger. A híres hamburgi Hamburger Barbara. És az olasz származású Pizza Veronika. Figyeljetek, a Vikinek volt egy osztálytársa, ez tök komoly, és ebben semmi kamon is. Tudjátok, hogy hívták? Na. Hogy? Az volt a neve, az volt a vezetékneve, hogy Magamér. Ott még egyébként Magamér. Jó. Magamér. Magamér. És az, a vicces szülők adtak neki egy keresztnevet, és azt mondták, hogy legyen Magamér, Bagamér. Nem, nem lehet. De esküszöm, ez esküszöm. Magamér, Magamér. Magamér. Ez volt. Jöjjön felelni Magamér, Bagamér. Igen. És tudod, hogy... Hát 8 éven keresztül ezt hallott, hogy az osztály fordul. Magamér. Magamér, Bagamér. Hogy én értem az áldozatot, meg értem a humort, de hogy amikor egy szülő egy oda dobja a saját gyerekét, hogy hadd nevessen a rokonság, milyen jó feje apuka Magamér, ugye? Hogy ezért egy poén, Magamér, Bagamér. Már a Magamér is. Vélemény. De hogy nem adod neki, hogy Magamér virág, vagy Magamér hajni, vagy bármi, Magamér, Bagamér, még egyet humorizálsz is rajta, igen. Tudod a gyerek. Az ügyeletes nem megkérdezi, na hol lesz a sétan Magamér? Hát akkor nem kell messzire mennie. Érted? És akkor szóval, Isten, hogy kapad az ívet. Gondold el, szegény. Kaszablanka. Hát jó, az a Tibinek, az a Tibinek majd, ha lánya igen, lesz az. Igen. Ha van humora a Tibinek, akkor azt a Blankát az berakja egyébként. Meg volt egy ismerősöm, azt Recskának hívta. Jó, én kiment. Vezetéknél? Vezetéknél? Recska kicsoda? Recska Károly. És ráadásul milyen szép Károly. Tudod, és hát miért lenne például Krisztián, vagy Recska Károly? Istenem. De tényleg így hívta. Te hova jártál iskolában? Nem, ő nem suliban, ja, nem. Ő máshonnan ismerem, Recska Karcsi. Írja nekem valaki, de én ezt nem hiszem, a gyerekek, a Punci József mennyivel jobb, amikor a kórházba hívták, Punci úr, jöjjön. Ne. Szóval, hogy Cézével. De akkor is, ezt hogy mondod? Punci úr. Igen. Punci úr, kérem, a kettes ajtóhoz jöjjön, és tegye le a műanyag porat. Punci úr, köszönjük. És erős ott, hogy egy életerős férfiként is, az a nevet, hogy Punci. És ha már egy kicsit összebarátkoztál az orvossal, akkor nyilván úgy hív, hogy Puncikám. Punikám. És mi a beceneved? Punikám? Vagy Nunikám? Úristen. 50 éves, hogy Punci József a kettes sajtos. Szegény. Hát őt képzeld el a kickbox versenyen. Na és most felkészül gondold. Punci. Felkészül Punci József. A kis Punci. Még hogy kikapott a kis Punci? Máté Szalkál, akkor Buzi Rozália. Hát azért az is elég nagy. Szóval azért az is egy nagy csapás szerintem. Nem? Nem tetszik elgondolkodni egy névváltozat. Nem, mert ugyanakkor meg nyilván büszke vagy a családodra, a családnév viszed tovább, tehát ez tök nehéz. Hát most azért, hát te is kaptál, értem. Nem? Azért... Oké, okay, csak nem a buzi. Y-nal nézünk, megnéztem, tényleg van. Aha. Tehát, hogy rákeresem, és dobott ki a kereső oldal. De azért téged is csesztettek. De, de az más, érted? Azért a hatodik poéra már te is mondod, hogy... Oké, okay, a Rákóczi, meg így, hogy Rákóczi Ferenc. De hogyan a van eredete, igen. Húha, gyerekek, ez... De
amit az első iskolán tanítanak, az első órára bármi a médiaiskolából, amiről nem csinálunk műsort, nevek. Tudod, amin nem nevetünk soha, nevek, a legnagyobb rádiós közhely. Hát, de ha nem egyszer... Ha egyszer van, mit találtál? Zolival beszéltem. Azt mondta, de ez azt mondta, hogy ez komoly. Tehát, hogy ez nem vicc. Úgy hívják a hölgyet, hogy Furulyás Ágnes. De ő hozzá... Jó, de itt azért rossz az, aki rosszra gondol. Igen. Furulyás, de ez én még mondjuk semmi, azonnal arra gondolok, de, hogy... Férhez ment. És ne, a férjét... Ne, ne, kamuzol. Nem, és, hogy nem. Hív, és hogy hívják? Tuba Árpád? Szopó Béla volt. Persze, hagyjál már. Szoponyi Furulyás Ágnes. Nem, ilyen nincs. Azt mondja, hogy... És jöjjünk el a kettes ablakhoz, Szoponi Furulyás Ágnes. Persze. Jó, ezt én értem, hogy jöjjön az ablakhoz, de hogy hívják valójában a hölgyet? Igen, persze. Azt mondta Zoli, hogy de igen, Szoponi Furulyás Ágnes. Nem, épesző ember már nem megy hozzá. Nem hiszem el. Egy félfejezetét így hívnak. Miért nem ennél a Szopó Béla, az a jó fej. Fia, olyan van, ez a vezetéknél egyébként tényleg van. Tudom. Szegények, tényleg, tehát igen, neki sárdás, de hogy tényleg van. De hogy azért, ha te Furulyás Ágnes vagy, hogy Furulyás nem tudom, és ahhoz még fölveszed a Szopónét, azért azt szerintem ott már nagyon kell szeretni a férjedet. Csak nézem egyébként. Szopóné Furulyás Ágnes. Ne. Anyakönyvezhető férfi keresztneveket nézek éppen, hogy például a Punci az mi jöhetett volna be, de a Furulyáshoz is találtam. Furulyás Boáz. Boáz. A Boáz. Ez egy férfi név, és anyakönyvezhető a Boáz. Atya, úristen. A Boáz, bizony. Gyerekek, tényleg van ilyen, hogy Szopó Béla. Igen? Itt van, nem akarom mondani, hogy melyik országos van. Egyesület. Tényleg van, én tudom, hogy van, ismerek többet is. Nem személyesen hallott, tehát ez tényleg létezik. Aha. Szegényeknek egyébként ez tényleg van. Igen. És átok a... lehet, szegény. És a kislányok féleme név, Punci Benő. Ha mondjuk vagy egy Punci CZ-vel, hát. Ha most te Punci vagy. És, érted. És apát humorizál Punci Benő. Nem kell tőle félni, csak kilezgetek. Nyugodj meg, nem fog soha benőni. Nem fog soha benőni. Szóval, hogy azért. Hát nagy csapás. Én azt nem tudom, hogy egyébként, ha te megismerkedsz egy palival, akinek nem akarod fölvenni, akkor megbántod azzal, hogy nem veszed föl a nevét? Nem bántod meg? Ugye? Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk te akarsz-e magadnak ilyen, vagy olyan nevet, hanem, hogy megbántod-e mondjuk azt az embert, és azt mondod, hogy figyelj, tökre szeretlek, de olyan hülye neved van, hogy én nem leszek Szopó Béláné, vagy Szopóné Horváti Vadarné, érted, vagy bármi. Tehát, hogy azért azt se tudod megmondani neki, hogy nem akarod fölvenni ennek. A legnagyobb sztároknak is kell a fihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Levideóztam nektek egy nagyon érdekes dolgot, és eszembe jutott erről egy téma, amivel szerintem már mindenki találkozott, és mindenkinek volt már hasonló élménye, hogy milyen az, amikor egy olyan ember mellé ülsz be, vagy egy olyan embertől kérsz valamit, vagy mész el hozzá, akiről azt gondolod, hogy ért hozzá, hiszen ez a szakmája, aztán rájössz, hogy tulajdonképpen ő kér tőled segítséget, legyen szó orvosról, hentesről, pékről, buszvezetőről, vagy taxisofőről. És a témaötletet az adta, hogy sikerült videóra vennünk egy animátort, aki vízi aeróbikot tartott. Vár szeretem. Ők azok a szenzációs, akik szórakoztatják a szállodának a közönségét, meg ilyen programokat hát szerveznek. Helyi programokat. Igen. Ezt a videót feltesszük a Facebookra, ugye ezt most csak így próbálom elmondani, hogy mi történik, de ha megnézitek, akkor látni fogjátok, hogy milyen az, amikor elvileg egy vízi aeróbik oktató, aki nyilván nem vízi aeróbik oktató, nem ért a szakmájához, de megpróbál úgy csinálni, mintha ő vízi aeróbik oktató lenne. És egy 20 másodpercet sikerült kommentálni. Emberünk iszonyatosan jó volt. De ott voltatok egyébként, reggel felébredtetek, és akkor Vikire nézve azt mondta, hogy Gibraltár vagy vízi aeróbik. Vízi aeróbik. A levegőbe csaptam, és azt mondtam, Viki, egy újabb szép nap, irány a medencébe, vízi aeróbikozni. Igen. Hát ezt nem hiszem. Ő biztos, hogy nem egy picit benyomott turista, ugyanolyan szállóvendég, mint te, aki szórakoztat a feleséget meg a gyerekeket? Ő volt egy héten keresztül az animátor, aki vízi aerobikot oktatott. Ha ezt ő csinálja, akkor nekem ott van szakmám. Akkor ott nekem van megélhetésem. Mutasd be!
emberünknek két szimmetrikus mozdulata nem volt. Nem. Ugrabugrált a medence szélén. Rettenetesen vicces volt. Egyébként 50 pluszos, uh-huh. mindegyik szerelmes volt belé. Tehát úgy néztek rá, hogy azt mondták, hogy Jézusom. Egy kicsit elhízott. Hát, ilyen, igen, akartam mondani, hogy nem. Kicsit jó, nem jó az a hosszú távfutó alkat. Nem, jó húsban lévő, kb. 120 kilós ilyen mackó termetű ember ugrabugrált majom módjára a medence szélén. És nyilván a hasa nem követi egyébként ezt a mozgást. Hát de ellentétes irányban követi, és úgy van, hogy a klotgatyája, mert ugye az van rajta egy klotgatya, az félig lecsúszva, de már elől is és hátul is indián szökelést mutat be. Forog a tengelye körül össze-vissza, és ugrabugrál ilyen majom pózban. És picit spontánnak tűnik a dolog. Figyelj, látszik rajta, hogy abban a pillanatban találja ki a következő mozdulatot. Igen. Tehát, hogy nincs egyfajta 20 perces koreográfia ebben. Néha megállt a zene, akkor odafutott a telefonja, az valamit újraindított, uh-huh. nem indult el, rossz zene indult el. Tehát érződik rajta, hogy nincsen egy ilyen revütáncos múlt. Nincs. Valamit ő ott oktathat táncba, mert a csajok utána oda mentek hozzá, és uh-huh. akkor mutatott ilyen szalsza lépéseket. Mondom, 50 pluszos nők mindegyike oda volt érte. Tehát bármelyiket elkaphattak volna. Imádják ezt a típust. Imádják ezt a kicsit maszkos, medence szélén ugrabugrálós típust. Hogy, de ez most itt csak a szórakoztatás része volt, vagy pedig ezt le kellett követni nem, a vendégeknek? Nem, az a lényeg, ugye, hogy te bemész a medencébe, és próbálod azt, amit ő a parton csinál, megcsinálni, mert nyilván nem mentünk. Hát akkor tehát, hogy kemény lehetett egy ilyen edzés. Aha. Mert hát, aki ezt a vízben utána csinálja, hát még a parton se lehet utána csinálni, de aki ezt a vízben utána csinálja, az teljesen adhok jellegű össze-vissza ugrabugrálás. Néha megjelent a hídon női ruhában, feltette a lábát, mondott valamit spanyolul majd újra. De olyan volt, mint egy rossz ilyen saskabaré, de tényleg, tehát hogy a mikroszkop színpadon láttál utoljára ilyet valamikor, mint 93-ban. De biztos, hogy nem a tartomány bolondja volt, akit senki nem bántott, így már egy szoktán ide mehetett oda női ruhába, tartatott vízi aerobikot, bármi. Hát vagy reggeliért dolgozott, az megvan. Igen, egy ilyen Európa Uniós kóta szerint minden szállodának alkalmaznia kell. Igen. Néhány ilyen típusú ember. Szegény lehet, egy fura volt, mert 8-kor láncot tettek a nyakába, és egy kutyahom feküdt reggel 8-ig. Szóval mindenkinek volt már ilyen típusú találkozása szerintem, amikor is egyszer rájössz, hogy az az ember, aki mögé beültél, vagy valamilyen szolgáltatást veszel igénybe, az nem, hogy nem ért hozzá, tök hülye hát abban, amit csinál. A taxis a legklasszisabb. Ebből a témakörből nekem is volt ilyen, hogy kérdezte, és így először azt gondoltam, hogy tényleg az a fajta előzékeny, aki megkérdezi, hogy is érzi, hogy nem akar átverni, nem akar hosszabb úton vinni, és megkérdezte, hogy merre menjünk. Hát mondom, hát amerre maga szokott, hát szerint maga tudja, hogy menjünk. Hát de hogy én merre szoktam menni? Hát mondom, nézd, én alapvetően mondjuk egy tömegközlekedéssel járok, de szerintem, hogyha mondjuk Budatétonyból mentünk haza, Lőrinc számodom, mondom, nézze, az M0-áson szerintem egy picit hosszabb, akkor ne ott menjünk. De azt akartam mondani, hogy az egy picit hosszabb, de talán gyorsabb, mert ott jobban tudunk haladni, de mehetünk a Lágymányosi. Aha, a Lágymányosi. Az a Rákóczi, ugye? Egy kezdő és akkor már ott éreztem, hogy ott húha. És az elején megy a játék, mert ő nem mondja azt, hogy uram, ne haragudjon, soha életemben nem jártam Lőrincen, mondja már meg, hogy kell oda menni, hanem azt mondja, hogy na, maga merre menne? Jó, és akkor ezek után mi volt? Mentünk ugye az M0-áson. És mi történt? Dugod. Elmentünk az M5-ös felé. Tényleg, szóval, hogy hány olyan ember lehet, aki úgy űzi a saját szakmáját, hogy egyébként fogalma nincs. Elmész egy varrólőhöz megvaratni valamit, úgy adja vissza, hogy nem hiszed el, hogy ezt ő hogy tudta kiadni a kezéből. Elmész egy fogorvoshoz, aki általástalanul, te már ott kipeckelt szája, nézegeti a röntgenképet, és úgy látod rajta, hogy most fúrjon, faragjon, témát vágó. Megfordítja a kezében. Megfordítja, a doktor, ne így, ezt így fogjuk, hogy hány ilyen találkozás kemény, van, nem? Nekem most egy pincér nagyon jó... például, amikor látod a pincéren, hogy olyan szinten fogalma nincs, hogy mit tudna nekem ajánlani. Hát, és akkor kiveszi a kezedbe az étlapot, hát... Egy másik éttermet. Igen, ezt hogy készítik? Megyek, megkérdezem. Tudod? Tehát látod rajta, hogy gőze nincs arról, amit csinál. Nekem hány ilyen van? Nagyon patinás, nagyon jó nevű balatoni cukrász, de volt, hogy tényleg mindenki ismeri. Balatonát cukrászát kell mondani, akkor ezt mondják általában. És megkérdezem, mit tetszene ajánlani? Hát, mondom valami csokisat. Hát, én nem nagyon szeretem a csokisakat. Na jó, de jó, oké, de hogy igazából nem tudod ajánlani semmit. Vagy mondom, például nekem volt egy olyan szabom, mostani szabom nagyon jó. Nekem ugye elég sok mindenből be kell vetetnem, és volt egy olyan, aminél mondjuk a negyedik alkalom után már mindig egy centivel többet adtam meg, hogy a pólókból annyival többet vegyem be, mert már kezdett idegesíteni, hogy az összes pólom haspóló. Hogy mindegyikből kimarad. Persze, mert bejelölöd, megmondod neki, hogy hány centi, sőt, még viszel neki egy másik pólót is, hogy na, ugyanekkora legyen, mint ez. És akkor mi lesz a vége? Az, hogy a köldököt kilátszik.
Nem, és azért ez viszonylag kellemetlen, hogy ahogy állsz az 50-es villamoson egy picit így ízél, jobb oldalra dobott csípővel, és látszik a köldököt. Egy nőnek még csak-csak jól áll. Igen, de még akár szexi is tud, hogy kicsit látod a hasát, de azért egy palinál, hogy kapaszkodik, azért az nem annyira. A mostani már kőprofi. Az nem annyira szerencsés. Hát figyelj, hihetetlen SMS-ek vannak, hogy ki milyen típusú emberrel találkozott már. Csak egy-két SMS-ből így szemezgetek. Fuvarozó cégnél dolgozom, volt egy kedves új felvételis kolléga, elvileg több év tapasztalattal rendelkezett, megkapta a fuvart Magyarország, Ausztria, Bécs vonalon. Valami oknál fogva Szlovénia felé indult, és ott is kötött ki. Majd Doni telefonált haza, hogy a GPS rossz irányba vitte. Szerintetek, Jézus, hozzáteszem, hát 40 tonnás szerelvényről van szó. Így azért azt tudjuk alapból meg, hogy egy M1-est megkínálsz, és akkor majd a Bécsben nyilván tehát elkezdesz keresgélni, hogy hova kell vinni. Na igen. De addig azért... Ott nagyon elmentél, igen. Nincs külön gyerekorvos a faluban, csak a házi orvos rendszeresen megkérdezi, milyen gyógyszert írjon a gyereknek, és hogy írja rá az adagolást a receptre. Gratulálok. Az nagyon szép. Négycsillagos patinás budapesti szálloda éttermében a pincértől kértem egy mézes barac pálinkát, kihozott egy pohárban pálinkát, amiben beleöntötték a mézet. Hozott mellé kanalat is, hogy összetudjam keverni. Nem hiszem el, ezt róla kapültenek. Azért a szép, nem? Igaz lett volna jó, hogy egy fél barackot is oda tesz mellé. Igen, kérjék szépen, nem vagy. Kérjék szépen egy fél barackot, és kihoznak neki egy fél barackot. Lakásfelújításnál a kőműves a bontásnál azt mondta, hogy ő nem tud lapátolni, mert nem bírja a háta. Nekem kellett. Másnap már nem kellett, hogy jöjjön. Karcsi. Fogorvos élpótlás, 42 000 forint, azt ígérte, olyan lesz, mint az eredeti. Végig mondta, hogy gyönyörű, majd mikor megmutatta, úgy nézett ki, mintha egy rágó lenne ráragasztva. Azt hittem, kandi kamera. Véletlen átlátszóra csinálta az első fogam, végül elküldött, hogy várjunk, majd felveszi a fog színét. Aha. Egy bankban szerettem volna pénzt küldeni egy másik országba. 10 percet ültem, de már közvetlen a hölgynél, aki folyamatosan megpróbált belépni a rendszerbe. Majd közölte, hogy az nem működik. Én azt kérdeztem, hogy esetleg nem lehetne ide hívni valakit, aki esetleg meg tudja csinálni. Mire ő? Na de kit? Tiszaújvárosból Debrecenben navigáltam a helyközi járatot. A sofőr végig pánikban volt, a váltót sem tudta kezelni. Ezt rászal küldte nekünk. Mondjuk a buszosoknál van olyan, hogy ott be kell ugrani egy-egy vonalra, nem? Hogy ott helyettesítenek mást. Ja, hogy nem jártad még végig. Igen. A vonalat, beteg lett a sofőrbe. Igen, és akkor ott nem... Szóval most tudod, hogy merre kell menni. Hát nem, hát... el kell jutni valahova, az oké. Okay, meg amit ott tudod, a rutin elkezd működni. És arra mész, amely egyébként szoktál a saját járatodat, és akkor a félbusz elkezd, hello, 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 hello. Csirke alsócombot kértem a hentestől, én tipikusan ilyen SMS-ekre gondoltam. Megkérdezte, hogy az melyik, amelyik a földhöz közelebb van? Ez nagyon jó. Hát, de milyen gyakorlatilag hentes kérdés? Az van alul, vagy felül van? Alsó. Igen, attól fog mit csinál a csirke? Automárka szerviz. Nem? Internetes rendeléskor a kapcsolattartó tőlem kérdezte meg, hogy nekik van olyan alkatrész szerintem? Azért az is nagyon szép. Megműtötték a térdem, majd mentem kontrollra az orvoshoz, aki műtött, kaptam egy zsebfertőzést, a doki levette a kötést, majd így szólt, hát, ezt inkább megmutatnám egy idősebb kollégának. Nem voltam megnyugodva, írja Tamás. Kamion menetirányító felhív, hol vagyok már, mert a térképen két város csak 6 centire van egymástól. Jézus. Jézus Isten. Atya Isten. Dörgicse, gyönyörű étterem, két felszolgáló csaj, egy óra várakozás gyerekkel, utána megkérdezik, mit is rendeltünk? Na, az szép. Igen, akkor nem vagy boldog. Igen. Sogornőm körzeti dokinál. A sztori tök komoly. Doktor úr, kicsit ki vagyok készülve, enyhe depresszióm is van, mit csináljunk? A doki, igyony gyógytát és menjen templomba. Szerintetek? Márti. Alternatív gyógymódokban hiszem. Igen, nem, én nagyon szeretem az ilyen szakikat. Buszvezető, taxis, orvos, hentes, nem ért hozzá, ő visszakérdez. Én nagyon bírom az ilyeneket. Alternatív, igen. Így van, nem tömte tele rögtön gyógyszerrel, azt mondta, hogy tessék akkor. És milyen komplet, nem a test és a lélek is kap valamit. Különleges tudakozót hívtam, hogy melyik pesti posta van nyitva évfélig. A csávó visszakérdezett. Nem tudom, maga szerint melyik lehet? 600-ért remek volt, így a Kami. A tárgyalásomat napolt el a bíró, mert végig én beszéltem az ügyvéd helyett, amikor hangosan megkérdezte az ügyvédem, hogy na, most erre mit mondjunk, akkor lett vége a tárgyalásnak. Azt mondta a bíró, fiatalember, szerezzen egy ügyvédet. Csabi. Azért az mennyire kemény. Na,
Most erre vitt vagyunk. Most erre vitt vagyunk. Dugjunk össze a fejünket. Kérdezi tőled az ügyvéd. Nagyon szép. Nagyon szép. Pszichológushoz kellett vinnem a lányomat. Több hónap kezelés után közölte, hogy nem tud segíteni. Hát gondolom azért kezelésenként egy tízecske, vagy nem. De kell. Mivel én, mint az anyja a gyereknek ezt olyan jól kezelem, menjek már el hozzá minden héten konzultálni, hogy mi van a gyerekkel. Kérdezem én, hogy ez rendben van, de ő akkor mire van? Aha. Doktor úr, sárgák a fogai, mit ajánlana? Barna nyakkendőt, jó, igen. Ja. Na, múltkor voltam egy diszkóban, a srác a pult mögött állt, kértem egy koktélt, mire az italos srác mondta, hogy bocs, de egyáltalán nem tudok keverni. Nem baj, kevertünk magunknak. Autót fóliáztattam, az első dolgom az volt, amikor megláttam, hogy letéptem a kocsiról. Ide, Dani, hú, ezek az autófóliázások is egyébként nagyon szépek tudnak lenni. Fóliáztattátok az elejét, vagy nem tetettetek rá ilyen kőfelverődéses fóliát? A szélvédőt fóliáztattunk, és ott volt első körben egy kis probléma, tudod, amikor látod, hogy így megfogta a szélét. Megfogta a szélét, és az szépen le is vált az ablakról. És tudod, hogy egyetlen mozdulattal le lehetett volna hozni. Mert ott hál' Istennek garanciális volt. Pincérnő light kólát hoz ki. Mondom, nem szeretem cukor nélkül, hozott nekem kávécukrot. Kecsó kalocsa vonalon a sofőr folyamatosan hátrafordult, és folyton kérdezgette, hol álljak meg? Nekem itt jó lesz, nem tudom a többiek. Tomi küldte nekünk. Barátnőmnek szalagszakadása volt, a kórházban ő mutatta meg az orvosnak, hogy hogy kell nézni a röntgenképet. A barátnőm nem orvos, írja Dávid. Az milyen tényleg rászózodok. Nem orvos fordítva. Ja, bocs. Csak az a baj, hogy a light cola, az kihozzák a cukrot, azon nevetsz egyet, de amikor az orvos, aki a te röntgenképedet néz, érted, fordítva, és a te életed van az ő kezébe, azért az nagyon kemény. Nem, nem csúnya állapotban van ez a bal láb. A jobb. Ja. Híres akvaparkban a csúszda tetején megkérdezem az úszómestert, akinek az a feladata, ugye, hogy mindent tudja, hogy milyen a csúszda. Mire közölte, hogy egyiket se próbálta ki, mert nem mert lecsúszni. Tök jó. És tőle vársz jó tanácsokat. Imádom, nagyon jó. Hát nem, még nem csúsztam le, nem mertem. Nagyon félelmetesnek tűnik ez a rózsaszín csúszda. 6 éves gyerekek csúsznak, hát az igaz, de még nem csúsztam le. Igen, mit csináljak, mit tanácsol, ne menjen le, ne menjen le. Kérje vissza a pénzt, menjen haza. Ezen ne csúszol le. Beleküljön. Kőműves kérdezte, alulról vagy felülről kezdjen csempészni? Hát, azért az is szép, mikor álszott, tök hülye vagy hozzá, én legalábbis is volt olyan nekem is, a ház fölül, és fölülről lefelé. Akkor ezt hogy csináljuk? Hát mondom, az alját elvágjuk. Hát mondom. A mannálom cseppe vágó, megoldjuk. Én tudom nagyjából, mit szeretnék, a feleségem is ugye magának kéne megoldani, azt ne tud meg aztán mit csinál. Haverom kért egy pohár forralt bort egy kocsmában. A pultos, aki nyilván új volt, fogott egy poharat, öntött bele vörösbort, és berakta a mikróba. Ez nekem tetszik. Kövezzetek meg, ez nekem tetszik. Jó, azért elvárás, hogy azért a pultos tudja azért, hogy mi van, nem? Tehát az már tényleg csak a habatortálát, hogy beledob egy darab szeget még, és úgy dobja be. Kis kanál, megkevertessék. Igen. Ez nyilván kamu. Egy kezdő nővérkétől megkérdezte a másik, hogy beadtad a B12-t a betegnek? Azt nem, de beadtam két darab B6-ot. Persze. Nyilván. Lottozóban kérdezem az embert, hogy kell kombinációs lottót játszani. Azt mondta, fogalmam nincs. Azóta se tudja, hogy mi az. Én csak árulja. Igen. Faluszéli virágosnál egy cserepes virágot szerettem volna menni, a virágosnak még ollója sem volt, késsel vagdalt a díszcsomagolást. Fél óra várakozás után szerencsétlen olyan csofat, szétgyűrt, borzalmat alkotott, hogy egyből láttam, hogy ez menthetetlen. Megkegyelmeztem neki, és mondtam, hogy hagyjuk inkább a dolgot. Hát én ezeket imádom. Ez itt a Best of Morning Show. Tegnap egészen meglepő dolog történt velem. Én magam sem hittem el. Visszaköszöntek? Végre. Sikerültek egy ajtónál. Sok rostos után végre történt. Ne. A következő történt, kaptam egy borítékot. Na, kész hát pénz. Ha nem a naptól jött, akkor az már mindenképpen úgy jó. Úgyhogy hétfőtől keresetek új munkatörzsöt. Kirúgtak. És így meghívó volt, mert én nézgetem a borítékot elég sokáig, mert hogy én ilyen jellegű rendezvényekre, meg úgy általában semmilyen rendezvény nem kap, szoktam meghívót kapni. Én de ennek mert örülök. Nem mész el. Tehát hát mondjuk ez is igaz, észrevették, hogy annyira igazából nem kéne, és hát ugye tudják, hogy környezetvédő vagyok, a fákat miattam ne írtsák, úgyhogy nem szoktam ezekre elmenni. Most erre el kell majd menni, úgy néz ki, de hogy nézgetem a borítékot, nem csalás, nem amit azt az én nevemre küldték, de viszont mert itt még kiderülhet, hát, hogy félrecímezés valamit. Simán lehet, hogy sorszával alapján valaki más.
És hát vannak benne mindenféle ilyen itinerek, amik annyira nem értek, jó lenne, hogy egy kicsit felhomályosítanátok, hogy hogy menjek el, hogy ne legyen nagyon kellemetlen. Rátok nézve, hát hogy magamat nem tudom kellemetlen helyzetbe hozni, hiszen ez már... Ez igazából ezek de ez mikor van ez a part? Mikorra kaptad? A hétvégén, most, szombaton. Ez nem a mi partink is? Vagy ez nem az? Hát mi azért nem szóltunk, mert azt gondoltuk, hogy téged nem ti rendeztétek? Én rendeztem. Nem, ide együtt megyünk, ha minden igaz majd. Nem? De akkor erről egyelőre többet nem mondjuk, nehogy elmondjuk. Bármi csak meghívtak minket ez egy partira. Tudod, hogy ez a lényeg. Erről azért így ebben a formában lehet beszélni. Hivatalosak vagyunk egy partira. Ahol most kivételesen elmegyünk. Nem meglepő, hogy csodálkoztam rajta, hogy nekem küldték azt a meghívót, ugyanis a meghívónak a hátoldalán fel vannak sorolva azok a személyek, akiknek valaha valami közük volt ehhez a történet. Már tudom a folytatást. Hagyd találjam ki. Nem volt rajta a nevek. És nem volt. Engem exporoltak. De mert már olyan. Az a végén van, nem fér bele meg, a papírra. Tudom, ez egy olyan meghívó. Ez egy olyan meghívó, aminek a végén mindig rajta van az összes név, aki ott volt, aki díjat kapott, aki közönségdíjat. Jó, most rám nem emlékeztek, hát most nagy ügy. De nem, hát te majd jövőre leszel ott, mert te... Ja, de most nem, már egyébként nem. Te már voltál, és nem volt rajta neved? Nem. És mi ott ültünk, és te nem voltál? Aha. De ez megint annyira te vagy egyébként. Jó, de most ezen nem rágtál be. Nem meghívtam. Hogy ered el? Hogy ered el? Hát ön kedves tőlük meg minden. Na, mit akarsz mondani, hogy megj és utána láttam, hogy nagyjából miről van szó, de például, hogy igazából az, hogy például, hogy fekete teát kell vinnem. A dress codéra. Értelmezzük, hogy értelmezzük, hogy mit nem értesz. Hogy? Rajta volt egy dress code, én nem láttam ezt a meghívót, általában nem nézem meg a meghívókat, csak megyek utánatok, mert ti mentek, akkor ott engem is beengednek. Dress code. És mondtad, hogy dress code fekete te. Dress az van. Mondom, dress az van, megvan még kis. Ha ott lesz a bali, még a kód is megvan. Fehér póló, piros széle. Jó, tehát abban akar segítséget kérni, hogy értelmezzük kicsit ezt a meghívót. Hogy mi a, mit vigyek, mibe menjek, mi feltakarítatsanak valami. Mi volt, white vagy black tie? Ez a black tea. Aha, tea. Most elmentél egy jó teaboltba, vettél 10 deka. Így van, gyümölcs legyen Earl Grey, mondtam neki. De black tie-t kérnek black erre? Black tie. Aha. Hát igen, a Feri is jól kérdez, igen, van a white tie, meg a black tie, meg két része van. White tie. Azt felejtsd el. Ja, white pointra engem. És black tie-t kérnek tőlünk hétvégére? Azt mondjuk nem tudom, honnan tudok szerezni. De nem elvihetek el, hogy mi az? Tehát, hogy jó, hogy itt elbeszélgetek egymással. De ez hogy... rád úgyse vonatkozik, smoking. Hát. A black tie. Abban illik. Az a smoking. Ne. Csokornyakkendővel. Smokinginggel, tudod, a kis kihajtós kis gal, láttam már ilyet régi filmekben. Igen. Nem mindenki rá volt írva, hogy no smoking. Rajta. Hallod, de rajta voltam egy, hogy no smoking. Hát majd ezt mutogatjuk mindenkinek, no smoking. Értsek meg, ezért nem vettem fel. No smoking. Igen, nem mindegy, hogy milyen a csokornyakkendőd, mert ha rossz csokornyakkendőt veszel, akkor összekevernek a pincére. Mondjuk az neked nincs. Mert ugye, lehet bármilyen, mert nincs. Mert ugye van a black tie, de van, amikor a pincérek is black tie-ban vannak, csak a csokornyakkendőjük színe változtatja meg őket attól, hogy tud, hogy vendég vagy pincér. Az gyorsan ki fog derülni egyébként, hogyha a büfébe ácsorgok a hideg tálak mellett. Hozzon már valamit, fiam! Mert ha például te black tie-ban vagy fehér csokornyakkendővel, akkor te vagy a pincér, mert ahhoz fekete csokornyakkendőt kell venni. Tehát te vegyél föl fehéret. Jó. Fekete smoking, fekete csokornyakkendő, az úgy szép. Tehát rossz úton járok, hogyha oda jön hozzám, mondjuk Bajolémre megbögdös, és még érvét tudja. Én mondjuk imádnám. Tehát a humor kedvéért egy órára kicserélném a csokornyakkendődet. Biztos, hogy nagyon sokan fognak tőled alkoholt kérni. Jó, és akkor smokingba megyünk? Muszáj betartani ezeket? Hát nem, egyébként elég lazán lehet öltözni, igen. A más a dress code-hoz nem volt még semmi, csak ez a black tie volt. A dress, tehát a ruha öltözékhez. Ez felírom más... most már. Már sok. De már akkor ezt megfejtettük. Más nem volt, hogy mit kell fölvenni, hogy kell fölvenni, semmi nem volt. A hát black tie kérdés. Vigyek még casualt. Legyen nálad minden. Mindenképpen legyen nálam casual. És azt akkor szólták casual barátodnak, hogy hát jöjjön. Casual. Casual? Dezső? Az tulajdonképpen az a hétköznapi, tehát az a laza, te döntöd el, hétköznapi, na, nem kell jó. Nagyon kiöltözni. Tehát ez az alig használt 10 éves fekete pulcsi, amiben most vagy. Ez így lesz. Azzal a Converse Torna cipővel egy kőmosott. Koptatott farmer? Nem, kopott. Igen, azzal így egyébként tökéletes vagy. Hát nem jövök majd zavarba, ha felveszel egy inget. Tehát, hogy nem foglak leszídni nagyon, ha mondjuk megtisztelsz egy inget. Milyen inget? Milyen inget? Hát mi? Hát egy normális, rád méretezett inget. Jó, viszik egy fehér inget. Hogy vissza, hogy abba gyere? Ne, hogy nekem ott a WC-be elkezdje majd átöltözni. Bocs, de hát összegyűrődik.
De hogy gyűrödik össze? Hát állva utazom majd a BKV. Akkor állva metrózom. Ott állsz majd a kis smokingodba. Jó, nem kell. Zakót mindenképpen vigyek? Zakót? Hát jó, zakó. De nincs. Nincs zakód? Nincs. Hát az, hogy a Feri nem tud neked adni. Én tudok, csak majd lesz. Én csak kölcsön, mert én venni nem veszek, az biztos. Ezért aztán meg pláne nem, úgysem csajta, nem, meghívod jövőre, meg már úgyse hívnak. Hát hogy ezért nem fogunk investálni. Egy kölcsön zakó kellene, majd egy XS-es. Vegyél egy fekete nadrágot. Van fekete nadrágod? Van. 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 Normálisabban néz ki, vállalható? Három csíkos oldal. Ne, sima ilyen Shaolin. Egy három csík oldal. Próbálj meg ne edzőcipőt venni, vegyél fel egy fekete cipőt. Jó, az megvan. Jó? Az megvan. És vegyél egy inget. Két évvel ezelőtt valamiért vettünk, nem is tudom miért. Én mentem be vele cipőt venni. Egyébként tényleg. Tudom, én választottam neked cipőt. Mentük a Hajdúhoz, mert mondtad, hogy fizet, menjünk el. Kell egy kis zsebpénz, Jani, persze. Jani eljött valami olyan cipőben, mondom, Jani, akkor még a valahol kint volt ott a 15. kerületi bevásárlóközpontban a felvétele a frisbinek. Mondtam, hogy jó, oké, na most bemegyünk egy cipő volt, és veszünk egy cipőt, és ott vettünk egyébként életed legszebb fekete cipőjét. Igen, azóta is megvan. Lezsírozva, vigyázz, nem komolyan, használjuk, hát persze, csak ünnepere. Én azóta használtam, még vissza is vihetném. Szerintem visszaadnák a fekete nadrág, fekete cipő. Ja, de utána végigjegyek, bocsánat, hozzá, belül ültem, és végig közelébe mutattak, tehát teljesen értelmetlen volt meg. De az nem azért kell, az érzés. Az érzés meglegyen, hogy jól voltál, föld, volt egy rajtad egy normális cipő, hát most a 30... De jó, hát mondjuk végül is így érted. Most 40 évesen megvetted első normális cipőt, tehát ez azért ne legyél szigorú magadhoz, azért ez nem egy nagy pazarlás. Meg egy cipőt, és még úgy is maradt, azt hiszem, hogy 12 000. Tehát úgy tök jól megérte. Amit fizetett, igen. Jó, oké. Okay. Vegyél fel egy inget, egy zakot, öved van. Persze. De nem. De széhelyes a cipővel? Tehát egy fekete, ő fekete cipő, az jó? Fekete. Fekete. Jó. Fekete. Zakót? Mikélgeres csatta. Azért. Zakót mit van? Zakó? Nincsen zakó. Nincs zakó? Nincsen, nem hogy tudtál úgy élni 43 évet, hogy nincs egy fekete zakó? Van egy ilyen kétsoros, hogy hívjákom, Krivcsek. De tényleg, csak 25 éves már körülbelül. Hát de jó állapotban van. Teljesen rendben van, kíván takarítva, hogy hívják, tisztítóba volt. Egy nejlon, megsárgult nejlon zsákban van belerakva gyakorlatilag, és atya el van Isten téve. De ahogyha azt felveszem, akkor tényleg lefotóznak. De akkor legalább... Jó, addig akkor veszel valahol egy zakót. Jó? Akkor csak fényképeztetem. Akkor fotorzsokkal mellett fotoznak, igen. Mi van akkor, ha... Ha nem megyek el. Nem, ez most azon ne is gondolkozzam, el. Azt nem is se teheted meg. Azt nem, igen. Nézzük még a főbb traumatikus... Hát azt gondolom, hogy a János... Neuralgikus pontokat. Desszertrész és vacsora asztal. Ez nem igazi vacsora, itt azt hiszem, egy ilyen büfé vacsora lesz, nem? Igen. Jó, egyet ígérd meg. Csak lehessen csomagolni. Na, ezzel akartam előjönni. Egyet ígérd meg. Amíg én 10 méteres körzetben ott vagyok melletted, utána bármit, addig nem csomagoltatsz a svéd asztalra. Utána bármi. Tehát a kabátodba, a kaszinó tojás, amit akarsz. Csak amíg láthatod, hogy ott áll a bali valahol közel, addig ne kérj egy ételhordót. Jó? Ne kezdj a szalvétába punyszeleteket csomagolni, és begyömöszölni a belső zsebedbe. Jó? Ezt jó. Jó? Táncot tudod, hogy mi van? Fel kéne táncolni? Arra például tisztában vagy? Nem. Igen, menj anyádba. Na tipli. Na tipli van, öreg lány. Na tipli, ronylábú. Ne így zsibbazd magad, öreg lány. Igen. De ki kérne fel engem táncolni? Egyébként senki nyilván. Kinek állnék jól? Kinek? Hát ki az? Én mondjuk megnézem, hogy a Medveckivel lejtesz egyet ott ketten. Mi van még? Alkohol? Hát... Azt te nem nagyon iszol. Nem. Attól nem kell félni. Nem, de Ferinek viszek majd. Egy csöbörre. Nagy fiú vagyok, már el tudom intézni. Igen. Nem, mert ha iszol, azért megered a nyelved. Láttalak én már egy kicsit itókásan azért, akkor hát tudsz. Hát legalább biztos, hogy nem hívnak meg jövőre sem. Szóval Janiról annyit kell tudni, finoman fogalmazva, ha iszik, tud bántóan viselkedni. Tehát is akkor most finoman fogalmazva. Tudok bánni az emberekkel. Igen. Mi ötözködést átnéztük, igen. Kaja, tánc megvan. Nagyjából ennyi. Ja, még egy fontos, a kekizokni nem jó a fekete cipő. Ja, fontos. És komolyan van fekete zoknin? Van, de hát a nadrágom száró is el fogja takarni, nem fog legugolni. De leülsz, ülni fogsz, hát hogy ne ülnél, hát ülsz. Mit tudom én, valahova lépsz föl lépcsőn, akkor is kivillan. Igen. Te ne piros zokni, meg fehér sportfeliratú zokni, vagy erre jó. Tedd meg, hogy a fekete nadrág, fekete cipő, ez nem veszel fel egy fehér zokni sportfelirattal. Mondjuk az nem jellemző. Tehát azt már nem csinálod. Nem. Egy évvel leszoktattalak róla. Igen, és szállanként húztad ki belőle a műszállat. Görög Ibolya, aki ugye egykoron, hát még a miniszterelnöki hivatal protokollosan protokoll főnöke volt,
és ő azért erről nagyon sokat tud. Jó reggelt kívánunk, Ibolya! Jó reggelt kívánok, jó reggelt! Jó reggelt, hello Ibolya, szia! Na, hallgattál minket, itt Janit próbáltuk felkészíteni. Akkorákat röhögtem, mondom, Istenem, ha ott lennék, tudtam volna annyi mindent hozzászólni, mert én is mindenféléket átéltem már. Na, hát akkor egy-két konkrétumot a legnagyobb tévedésekről, vagy ha Jani útbaigazítását még kicsit helyesbíted, vagy kijavítod, amiket mi mondtunk. Hát azzal kezdem, hogy a dress code, ugye rengetegen használják, volt egy olyan telefonom, hogy milyen dress code-ot kell fölvenni, hát mondom, azt nehéz lenne. Na most, aztán ez a black tie dolog, ez a fekete teja, ugye mondta János roppant szerelmesen, egyáltalán nem tűnt nekem újdonságnak, mert hogyha megfigyelitek, amerikai angol filmekben, amikor a fordító nincs fölkészülve, akkor azt mondja, hogy fekete nyakkendőt kell venni a vacsorához. Na most gondold, de ott áll egy férfi gatyába az okniba a fekete nyakkendő. Szóval a fekete nyakkendő az a smokingot jelenti, és hát Balázs, mit nem mondjak, igen, remek dolgokat tudtam mondani nekik. Hát, jó volt. Na most az oknál, hát a fekete okni, azt fölírtam ide vastagon, hogy sötét fekete okni, és hogy legyen hosszú szárú, tehát ilyen térzokni jellegű, mert annál nincs annyi. Tudod, mint amikor a nadrág szára meg az okni között, az a szőrös láb kivillan. Hát attól sírom. Még nem szörösödök. De egyáltalán egy kis messze, hát akkor pláne egy messzeden lábcsutka, szóval azt tehát inkább. Tehát akkor fekete térdzokni? Minél hozzá? Hát mondjuk lehet az, hát ezt nem alsógatyával látjuk, mert az a nevetséges, tehát minél hosszabb szárú zoknit javaslok. Menj biztos, Jani, vegyél harisnyát. Hát az, mondjuk, az meg azért nem jó, mert én majd ott láttam, hogy ilyenkor a nadrág, a szövetnadrág rátapad a hasnadrág, és akkor az, hogy rászuppan a combnál, de az megint nem jó. Az nem annyira jó. Életem párjának van combfixe, azt is vihetem. Hát nem tudom. De csak különleges alkalmakkor veszük fel. Jó, igen. Például Jani sűrű megtenni svédasztalnál, hogy ott. Igen, a svédasztalnál a csomagolás, egyébként ez nem svédasztal, hanem büféasztal. Igen, na. Szóval a csomagolásnál, hát ugye életem folyamán egy jó pár állófogadást szerveztem, és amikor elkezdenek csomagolni, egyszer gondoltam, hogy megpróbálom meta módszerekkel megnevelni, hogy ne segítsek egyenként becsomagolni. Azt mondja, de igen. Nem, volt ilyen, persze. De hogy lehet akkor diszkréten, hogy ne legyen illetlenség, mert hát csomagolni nem nagyon jó. Én azt mondom, hogy annyit szedjen a tányérján János, hogy meg tud venni egyszerre, tehát nem kell mindent rápakolni három méter magas, hogy ja Istenem, csak fussa már. A másik pedig, hogyha eszik valaki, akkor menjen oda hozzá beszélgetni, ha őnála is van kaja. Szóval János úgy nem menj oda, hogy hát mi van a tányérodon, mit eszel? Szóval nekünk is legyen, ami legyen akkor nálunk, és akkor tovább beszélgetünk. Hát mondjuk beszélgetés közben, igen. Meg ha asztalnál kell lenni, ezt nem tudom, hogy mennyire kell asztalhoz leülni. A halálom az, hogy lekönyököl, és úgy hajlik a kaja fölé. Aha. Tudja, mint az olajfúrótoron, ilyen bang-bang. Tehát igen, a könyököt meg kell emelni. Mert amiről nem, a fiúk, amiről nem volt, ez a táncban a lekérés, vagy a végül is bálba mentek, ez a lekérés-felkérés dolog. Igen, egy kicsit beszéltünk, én azt úgy tudom, hogy nem szabad újra felkérni valakit, ha visszautasítunk valakit, de hát a másik meg az, alapvetően a férfi kéri fel a nőt. Meg is úsztam. Életein gyerek, nem mindig van hölgyválasz. Így van. Szóval az emancipacimacia az majd csak éjfél után lesz jelentő. Jani nem lehet már 8-tól. Igen, Jani nem az a nagyon felkérős lekérős, tehát ez a veszély, ez nem ha valaki akarja, Janit menjen oda. Így van. Na most, hogyha asztalnál lesztek egyébként, asztalnál kerülni, akkor azért az illikát asztalnál levő nőket, itt már inkább a hölgyek műfajt mondanám, azért illik fölkérni, és nem a nőt, hanem a férfitől kell elkérni a nőt, akivel van. De most ezeket nem kellettől félni, mert éjfél után ezek elmosódnak. De az a baj, ott már sok minden történik éjfél után. Igen. Én még olyat nem láttam, hogy egy bálban éjfél után valaki protokollt tartson be, akkor az nagyon rossz bál volt. Hogy mit csináljon? Protokoll. Ja, protokolltartson, nem értettem. Protokoll hogy protokollt tartson be éjfél után, hát az nagyon-nagyon halvány és laza dolog. Mondjuk, ha tőlem felkéred a Vikit, azon összeverekszünk akkor. Tehát, hogy ugye, ha minden hogy nővel táncolni, mert elvileg az asztalnál tényleg minden nővel táncolni kell. Igen, és hát az úgy illene. Hát igen. Máshova ülök. Ahol csak férfiak vannak. Igen. Volt... vagy pedig egyikkel sem, mondjuk ez itt a másik ciki benne. Volt valami nagy baki, aminek szemtanúja voltál? Ibolya, hát gondolom azért nyilván itt sok-sok év alatt azért láttál olyanokat. Már az egész életem abból áll, hogy mindenféle bakikat gyűjtök össze, és ezeket próbálom elmondani negatív példaként. Hát mondjuk, hogyha esetleg ez a white tie, amiről mondtad, hogy az a frakkot jelenti, hát ahhoz kell egy magasság. Aha. Szóval én láttam egy-két közszereplőt frakba, hát ilyen Tom és Jerry-s jellegű
látvány az nem igazán jó. Igen, ahhoz fehér csokornyakendő kell, ugye? Igen, és akkor, hogyha egyébként bálban nem is szabad a frakot előírni, mert a frak egy baromi kényelmetlen ruhadarab, ugye a fehér mellény, az álló apagyilkos galér, mind borzasztó merev dolog. Na hát ettől ne tarts, hogy olyan ilyen be akar jönni. Tehát, hogy ez, de ez nem is lehet egyébként más báloknál sem szabad, a nyitó párt az táncolhat ebbe, de ma a smoking a báli ruha tulajdonképpen. Tehát azt mondod, hogy... Ja, és még egy, hogy éjfélig a smoking zakóját ne vessétek le. Ha? Ne vessük le. Hát az a melegen van ma apám, az nem jó. Ja, hogy nem, bármilyen meleg van, ne vegyük le. Hát éjfélig legalább nem illik. Szóval mondom, éjfél után már egyébként teljesen akkor már mindegy. Szabad a gazda, igen. Nem fogom levenni, mert valószínűleg szerzek ilyen, ezt a műanyag ing mellett, amit így be lehet rakni. Igen, az nagyon jó, csak akkor meg rácuppan a hátadra a sejembélése az akónak. Milyen sejem? Sejem? Ilyes snob dolgokban nem hát gondolom. Hát akkor a nejlon bélése. Nejlon üveggyapot. Nejlon, sejem papír, maximum. Igen. Amikor például az angol anyakirálynő Magyarországra látogatott, akkor azért nagy volt a riadalom, nem? Hát szóval azért kellett mindenki tanítani. Hogy megismerik-e. Ott már a protokollnál is följebb levő ceremoniális etiketről volt szó, és hát azt meg ugye be kell tartani, bár az angol királynőnek egyébként szemeserebben, ha valaki nem tartja be, csak úgy arrébb lép. Na most pont emiatt ugye a vacsora az a parlamentben volt, nagyon régen volt már ez, és akkor a prominens vezetőinknek a feleségei közül jó pár megkért engem, hogy segítsek, hogy kell pukedlizni. Mert ugye mondjuk az sem mindegy. A Jani abban éle jár. Na most a Janinak ezt nem kell megtennie, tehát egy ilyen bálon nem nagyon ösztönből pukedlizünk az ember. Ez a királynénak kijáró nőtől királynőnek való gesztus. És akkor megtanítottad ja, őket? Még egy viszont a Janinak, hogyha esetleg netántán megissza az egy deciborát, mert hallom, hogy nem egy jó. Hát ott megáll, de akkor már mindenkit nagyon bátran sértek. A kés csókkal legyen óvatos, ne nagyon csókolgasson kezeket, mert ha egynek megcsókolja, akkor már minden ott levő nőnek is meg kell. És a másik meg, hogy nem illik rá puszilni, hanem csak fölé hajolni. Fölé hajolni kell. Csak a kis ujjától az Ádám csutkáig nyaljon végig. Tényleg? Tehát nincs konkrét puszi? Hát a konkrét rá puszilás, meg a az már egyfajta petting. Tehát én azt mondom, hogy a tiszteletadásnak a jele az a ráhajlás. Szóval ha petting. Már meg is csókolja, akkor már ugye a kis csukló, meg szóval ott indul a dolog. Mondjuk azért az megvan, ahogy majd nem tudom, medvec kilonázod, nagyon nyalogatod a kezét. Mert tisztelője vagy, hogy művészt. Hát egyébként a medvec kilonával legyetek óvatosak, mert szerintem ő nagyon fogja tartani ezt a viselkedés kultúra dologot, mert ő erre büszke. Igen, de hogy ez nekem tetszik egyébként. Igen, ő hát végül is így lesz a nőből hölgy. Hogyne? Esetleg tippet tudnál mondani, hogy kinél jöhet be a dolog? Már most mire gondolsz hát konkrétan? Hogy medvec kilona tartja nagyon az etiketet. Ki az, aki első ránézésre sem. Ki az, aki keveset ad az etiketre, erre gondolja. Hát azt szerintem nem hívják oda meg. Hát de, hogy de én vagyok az élő példa. Egyrészt szerint is meghívták ettől bejut. Szerintem látnak némi reményt. Igen. Ibolya, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Felvértezve a tudással indulunk el erre. Na jól van akkor. És én kérem, vigyázzak a pukkedlivel. Na azt nem kell. Na jó van, visszátszim. Köszönjük szépen. Szia Ibolya. Görög Ibolyát hallottuk. Hello. Ahogy elköszönt, azért abban volt egy pici lemondás. Viszont fiúk, ennyi volt. Na, jó van, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A legenda, a tánc királya, a géppuskalábú, az utánozhatatlan, az egyetlen Michael Flatley. Azt hittem, hogy csonkapicéről fogunk beszélni. Michael Flatley visszatér. Visszatér Michael Flatley 51 évesen, és úgy néz ki, hogy újra színpadon áll, hogy újra itt lesz, hogy újra ellátogat hazánkba a tánc és az írzene koronázatlan királya. Örömet látok az arcodon. Figyelj, én bírom. Nem tudom, nem értem, nem tudom azonosítani. Ugye miért, de ő jó. Ő nagyon jó. Izgalmas, ő nagyon izgalmas. Érdekes. Ő nagyon jó. Én láttam a Kelták háborúja, meg a Lord of Dance című előadását, és kész voltam. Az első sorba ültem a Népstadionban, mert akkor még úgy hívták, és 30 ezer ember tombolt a lábával, és doboltak, és tapsoltunk, és táncoltunk, és ölelkeztünk, és levetköztünk, és minden volt, döbbenetes sót csinál. Vissza a pénzemet! Vissza a pénzemet! Megrohamoztuk a pénztárok balhéletből, nem. Brutális sót csinál a pacák, és én nekem már akkor volt vele kapcsolatban egy olyan érzésem, hogy ő egyszer visszajön. Ő nem hagyja ezt a dolgot abba, nem tudja abba adni. Na hát most a helyzet az, hogy az Amerikában született ír származású táncos énekes
úgy döntött, hogy visszatér. Visszatér, és többek között Magyarországra is ellátogat Michael Flatley, a Lord of the Dance királya. Ő egy perc alatt, illetve egy másodperc alatt, ő 28-at tud steppelni a lábával. Na most, ha mutatsz nekem egy olyan embert, aki képes bármilyen... Jó, ez egy baromság. Olvasd le a számra, baromság. Hogy? Tehát nincs olyan, nincs, eleve nincs ilyen. A tánc királyával. Nem toppanthat 28-szor a lábával, mert ilyen nincs, ez fizikailag lehetetlen. Nem. Ez két dobverővel, mondjuk Dave Lombardo, a Slayernek a dobosa meg tudja szerintem csinálni, de Michael Flatley nem 50 évesen, hanem 25 évesen sem tudta ezt szerintem megcsinálni. Ez lehetetlenség. Ez nem igaz. Ez a valótlanság. Amit állítasz te, szóval hazudsz. Hazudol, Balázs. Most akkor én hazudok? Nem. Félreértettél. Nem akartak meg. Ő a tánc királya. Az jó, a tánc királya lehet, de 28-szor nem tud toppantani a lábával. Senki nem tud 28-szor toppantani semmivel. Na jó, itt van Laci, aki a show világából érkezett. Na. Laci szerinted ez elképzelhető? 28-szor toppantson valaki a lábával egyetlen másodperc alatt? Biztos, hogy nem. Hát ez egy ilyen hatalmas kamu. Jó, téged is megvett a Jani valamivel. Egy másodperc, az annyi, most mutatom, figyelj, nem olyan kevés ám az egy másodperc. Jó, ez nem kell stopper óra. Tehát elindul, azt mondom, hogy most, ez volt egy másodperc. Ugye az egy másodperc, ez nem úgy van, hogy egy, hanem az indítástól kezdve elterik még egy másodperc. Tehát figyelj, most! Már mennyi volt? De már ennyi dolog, nem tudtad összeíteni a kezedet, Laci. Figyelj, ne a Lacit kérdezz. Négyszer tudtam ütni vele ezzel a tollal. Figyelj. Ez csak. Na, ez legalább volt 30. Figyelj, megmutatom, hogy ő mit csinál. Hát hallgass bele egy kicsit. Hát, ezt ő csinálja a lábával. Figyelj, ebben nincsen. Ebben... Jó, várjál, most... találok egy örösszet, ahol szólózik. Figyelj, ezt hallgass. Jó, valaki engedje már be, mert rossz a csengő. Őrületesen jó a pacák. Figyelj, nem azt mondom, ez az ember nagyon jól táncol. Tehát, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy az a show, amit csinálnak, az világszínvonalú, meg világszínvonalú volt, meg világszínvonalú lesz. Egyébként, ahogy olvasom az SMS falon, azt írják, hogy ő a korára való tekintettel nem fog már fellépni. Csak betolják. Tehát, rohadék, aki ilyet ír. Ezt kikérem magamnak. Michael Flatley a király. Michael Flatley visszatér és letáncol mindenki. Ő magában szerintem egyébként így szólóban ez a fajta tánc amúgy sem nagyon él meg. Tehát én el nem tudom képzelni, hogy másfél-két órán keresztül valakit lekössön az, hogy valaki így ugrál csípőretet kézzel, és topog a lábaival. Tehát, de az összes körítéssel, az intelligens lámpákkal, a lézerfényekkel, a gyönyörű nőkkel, akikkel direkt nem vetetnek fel melltartó, illetve levetetik velük. Én el tudom óriás. Azt képzelni, hogy 20 percen keresztül bent maradjak, és csak később menjek ki szendvicset. Jó, de azért, mert nem nyírnak ki egy csirkét, és nem headbanger. Ja, nem headbanger valaki. Sikerek levágott marhafejek a színpad szélén, igen. Tehát nem ez van, és nem forog egy daráló folyamatosan, hanem élő állatok vérét isszák meg, ahogy alá fekszenek a darálónak. Nem, hogy kezdődik a koncert, hogy fuck you all! Tehát ez más, ez kultúra. Elküldök 28 darab brit az éterbe egy másodperc alatt. Brrrr! Hát ez na, ő így dobott. És dobol, ez új Michael Flatley. Neked is teltházas showt lehet a Népstadionban. De egyik kedves hallgatók azt írja, hogy nyomjanak a kezembe egy Wikipédiát, mert hogy egy másodperc alatt valójában 35-öt dobbantok. Na, látod? Én nem akartam mondani, én azért hoztam ez le 35-ről. Nem dobbantok, hanem toppantok. Én megkeresem azt a részt, amikor párbajoznak, mert van egy ilyen rész is. Van toppantó pár. Ez még... Hát te mekkora rohadék vagy. Az nem toppantó párbaj, ők táncolnak. Várjál, rákeresek én is. Várjál, várjál. Azt mondja, hogy toppantás. Párbaj. De ne figyelj, mondom, a tánc, a semmi gond nincsen. Na, igen, ez már az. Az csak egy kicsit merülj el benne. Ez nem a párbaj egyébként. Figyelj. A rohadt párbaj nem találom, totál beégek. Pedig szerintem hallgatok is ki van a kegyezve. Az, hogy ebben benne sincs a Flatley, akit most egy csajtánc. Rohadt, hol vagy, te szemét, ne hagyd cserbe. Nem volt, ebben nem volt benne a Flatley. Na várj, itt van, oké, figyelj. Ezt mutatom, nem tudom. Oké. Na, ebben harangozás már van. Oké. Jó, most miért nem megy? Most mindenbe belehallgatunk a YouTube-on? Ez sem. Okay. Na várj. Na.
És az egyikük furujával párbajozik, a másik meg tompa. Egy dob és egy furujá csap össze. Na figyelj, szóló. Michael Donnella. Ki az a Michael Donnella? Jó, mindegy, megmutatom meg. Figyelj. Párbajozik. Itt a párbaj. Vesz, hallgass. Ez mi jazz párbaj? Igen, Miles Davis. Írd be azt, hogy párba, és mindent nézzük. Jó, az, meg. Hogy ez a családi home videó, a gyerek ugrál a színpadon. Egyébként konkrétan ez a fellépő ruhája a srácnak, akiről te beszélsz, egy farmer nadrág. Jó, ez valami fásimulatóban vagyok szerintem, tehát ez nem az. Mindegy, akkor is meg, ha megrohadok, megtalálom ezt. Ez nagyon vicces. Na, jól van. Hát jó, a gyerekek, megtalálom, amikor Michael Flatley egy másodperc alatt 35-öt üt a lábával. Ez a rész, ez fenn van a neten, úgyhogy ezt megtalálom. Imádom, amikor nem, tényleg nem hallják meg néhányan, hogy nincsen semmi gondom Michael Flatley-vel, csak ez a toppantás, ez nekem olyan fura. Csak ne topogjon ott neked egy ilyen kis szűk nadrágban. Fél, tényleg, zseniális táncos, zseniális koreográfia, magával ragadó, fantasztikus esemény, rendezvény, hogy menjétek el, nézzétek meg. Á, most komolyan, tehát, hogy semmi gond nincsen vele, semmi gond, csak ez a toppantás, ez olyan fura nekem. Meg eleve nem hiszem el. Tehát, hogy fi, állj föl, próbálj meg toppantani nekem 11 másodperc alatt. De hogy ide a pultra? Hát, toppantsál már ide a pultra egy tizet, de ne tizet, egyet. Olyat ilyen toppantok neked. Na most őszintén tudsz tizet toppantani? De én kerestem neked? Millió dollárokat? Te mi vagyok Michael Flatley? Találtam egy Flatley-s részt. Párbajt? Találtam egy olyat, amikor szólózik. Na? És ezt akarom neked megmutatni. Én egyre többet tudok egyébként Michael Flatley-ről. Tehát azt el kell mondjam, hogy... Utána néztél? Igen, az utóbbi, mit tudom, 10 percben én többet tanultam erről az emberről, mint az utóbbi 40 évben. Komolyan mondom. Most már tényleg. De... Fé, azt, hogy 28-at toppant, illetve 35-5 egyes források szerint, azt továbbra se hiszem el, mert még nem találtam meg fönt egy etlen videó megosztó portálon sem azt a videót, ami ezt ábrázolja. Ha hiszem, de egyébként miért kell engem, most komolyan kérdezem, miért kell engem lehülyézni azért, mert nem hiszem el azt, amit még mert nem láttam. Mert ez egy triviális dolog, ezt mindenki tudja, hogy megköpte. Ez van 28. Jó, hát. Simán már 28, ezt lebontod, ez annyi. Hogy lenne már 28, nem hallod? Neki beindult a jazzkonzi, várja. De hallgass meg ezt. Ez már mi? Babos Gyula? Ne létszene kopog mellé. Ez nagyon sok. És ez még nem gyors. Hát ez biztos nem a világrekord, ez csak valami helyi lehet. Most csak melegít. Most még közönség sincs. Most alszik. Ha ez se győr, én ígérem, hogyha eljön, elrángatlak egy flattire, és úgy fogsz bejönni, hogy mindenkitől elnézést kérsz. És másnap félmeztelenül jövök be egy ilyen kis boleróban, egy fejpánttal, kifestett szemmel, magas sarkú cipőben, amivel már legalább igen. 170 centeszek. És most jön! Ez itt a Best of Morning Show. Na mi van neked ezzel a donorságoddal? Mentél, vagy most leszel donor, vagy nem leszel? Hallottad a kis beszélgetésemet mi, amit tegnap lezajlott ott bent a szerkesztőségben. Aztán félfüllel. Nem, hát csak... Belefolytál mi? Kicsit ezt is hallottam. Hát figyeljetek, srácok. Annyi futóprojektünk van, hogy gondoltam egyet lezárok, hogy most mi leszel spermadonor, vagy nem leszel? Vannak fejlemények az ügyben. Na. Hát ugye a múlt héten felvetettük ezt a dolgot, és az egyik intézetből hallották a beszélgetésünket. A fülükbe jutott, hogy én kötélnek állnék, és nem is nagyon kellene nyüstölni ebben a dologban, hogy elmenjek és donorrá válhassak. Mi azok? Ami az, hogy Feri, én adni akarok az emberiségnek valamit. Ha, magadból egy kicsit. Magamból egy kicsit, így van. Amúgy is adnék egy kicsit magamból, sőt, akár többször is, de hogy különösebb cél és értelem nélkül. Illetve az értelme az megvan, és aha. A célja is, de hogy az annyira csak rólam szól, ugye? Jó, csak hogy előzzük meg ezt a dolgot azzal, hogy ugye beszéltünk múlt héten arról, hogy hányan választják ezt a lehetséges utat, volt egy kicsit komolyabb témánk, hogy zajlik, mint zajlik, mi alapján választasz. Ugye arról volt szó, hogy kiderült, hogy egy amerikai vagy egy kanadai sperma donornak 500 gyermeke született. Ezt megfilmesítették, ebből most készült egy amerikai vígjáték, egy igaz történet alapján kiderült, ez kérdés, hogy hogy tudtak ennyit belőle felhasználni, de hogy állítólagosan 500 utódot nemzett az a férfi, aki hát most megpróbálja. Hogy ez hogy derült ki, mert hogy itt egy alapvetően egy anonim dologról van szó,
De hogy megpróbálja ezt az ügyet felgöngyölíteni, az az amerikai vagy kanadai férfi, aki él, létezik, és az ő történetét megfilmesítették. És akkor arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján dől ez, vagy történik ez a dolog, hogy derül ki, mi van, ha egyszer csak 40 gyereked rányitja az ajtót, hogy hello apa, ugye a gyerekek elkezdik megkeresni egymást, az apa megnézi a filmet, de nem tudja, hogy ez a film róla szól, ha esetleg ő is láthatja. Igen, ezt a és hát felmerült, hogy hármunk közül ki lenne az, aki ezt a dolgot vállalná. Te elmondtad, hogy nem, te nem szeretnéd. Feri mondta, ugye, hogy neki még otthon is van igény. Igen, van, így. Nem, én ezt egyáltalán nem szeretném. Hamarabb jelentkeztél. Igen, te pedig miért ne? Végre egy legális lehetőség. A tudomány, az emberiség oltárán feláldozni egy kis anyagot szerintem, ez egyáltalán nem egy kellemetlen dolog, sőt. A cél az 500 megdöntése? Tehát az amerikai rekord megdöntése? Hogy mondjuk 600 vadon utódott. Nem tudom, ez lesz az első, és hogyha egy kicsit én érzek benne egy olyat, hogyha rákapok az ízére, akár még bármi lehet belőle. De várj, egy új Guinness rekord is. De most ők hívtak, hogy jöhetsz? Igen. Vagy te bejelentkeztek? Én nem jelentkeztem be. Én gondoltam, hogyha van fogadókészség, akkor majd biztos lesz egy telefon, és lőn. Tehát hallgatták az adást, hogy azt mondták, hogy Jani, gyere. Így van, jöjjek, és megkaptam a nevet, megkaptam az alapparamétereket, hogy a Katinkát kell egyébként majd keresnem. Katinkát? Katinkával kell majd beszélnem. De ő fogja levenni a mintát? Nem, ez egy férfinél, Feri, csak ritkán használják. Persze, hát igen. De nem ő veszi le. És nem. Ha segíteni kell neki, a mintát azt egyedül, én veszem le. Akkor mit csinálsz? Jánosnak. János ránéz egy Otto magazinra, és izgalomba jön. Tehát Jánosnak semmiféle segítség nem kell. Érted, meglátom a konnektort a falon, már végén van. Kötés minták térre. Oh. A János a fejben szexelés, nem tudom, Jedi lovagja. Én még azért voltam katona, ott azért hozzászoktam ahhoz, hogy lehetetlen a szexuális körülmények között, és bárkivel létesíts. Jó, de várj, ne ragadjunk a belső őrszobára. Azért azt is megnézzük, hogy ez maga hogy zajlik, de az, hogy neked lehet, hogy utódaid lesznek, ez egyáltalán nem zavar, vagy nem fura? Nyilván nekem ezt otthon egyeztetnem kellett, és megkaptam rá az áment, úgyhogy... Már kivel, hogy virág testvéreid lesznek? Vagy nem, hát a virágot nem avattam, mert nem akartam összezavarni ezzel a dologgal. Hogy mondasz el egy ilyet, hogy Móni, megyek adni? Móni törzshallgatónk, tehát hogy igazából már amikor hazamentem, ő már ugye felkészült lélekben arra, hogy fel fogom vetni majd ezt a dolgot. Apácska, hallottam, megint van egy alibit, hogy miért nyúlja magát. Hihetetlen. és aztán azt mondta, hogy részéről a fáklyás menet. Hogyha valakinek ezzel segítünk, már pedig egyébként segítünk. Mert hagyjuk ezt az álszenteskedést, téged az érdekel, hogy bemehetsz egy terembe, ahol végre szabadon, legálisan újságok és VHS kazetták közepette 10 percig vidáman felszabadultan, legális körülmények között mulathatod az időt. Én ez a valakinek segíteni. De ezt itt is megcsinálja a férfi végén. Így tudok segíteni. Hagyjuk már ezt az álszent, megyek, segítek. Dehogy is, legálisan tudsz végre örömet szerezni magadnak. Kontrollád, ellenőrzött körülmények között. Ez egy szép dolog, ez egy nemes gesztus, érted? Mi van akkor, ha tényleg egyébként mondjuk azt mondják, hogy a fagyasztás után és a kiolvasztás után is életképes, és igen, János, nagyon remélem. Önnek az elmúlt egy évben igénybe vették a lefagyasztott kis... Akkor büszke leszek. És vannak utódai. Nem örülni szabad? Fogok, büszke leszek. Tényleg? Dehogy is, nem. Hogy a vérvonalam még hosszú időn keresztül még aktív marad. Én ennek örülök. De van ennyire jó ez a vérvonal, hogy adni kell más? Van, hát nincs, de... Tehát, hogy tényleg rá kell erőltetned magad tudatosan más nőkre, akik mit sem sejtve kiválasztanak majd téged egy katalógusból, a szemed, a méreted, a szőrzeted és a színed alapján. Nézd, ez egy szép dolog, érted? Más férfiak csak értelem és cél nélkül, csak egy széles mosoly, meg némi veríték kedvéért, csak hogy értelem és cél nélkül csaphatják ki. Én meg bemegyek oda, és segít. Álljunk meg azon a ponton. Még pénzt is kapunk érte. De itt kiválasztott téged? Tehát egy magas, dúszörzetű, aki egyenlőségre tör, és azt mondja, hogy kiválaszt egy kisebb kopaszt, és abból lesz egy közepesen magas, átlagos testszörzetű? Várjál, most nem értem a kérdést, a dúszörzetű alatt mit értesz? Nem, hogy egy nagyon magas, dúszörzetű nő választ egy diszkréten alacsony kopasz férfit, és a kettőből, ugye, mert ő megkapja a te paramétereidet. Igen. Tehát a kettőből lesz akkor egy átlagos magasságú, finoman karbantartott szőrzetű fiatalember. Uh-huh. Tehát milyen nőnek jöhetsz te be? Szerintem egy csomónak.
tehát ki az, aki válasz? De figyelj, attól nem félsz, hogy úgy fognak ezután majd bemenni ide, ahol te leadod az anyagot, hogy a Vadon Jánosét kérem? Hát, vagy csak azt ne. Ne, azt nem kérheti, azt így nem tudja. De nem, de tudja. Hát ezzel fognak bemenni. De dátumra mondhatja, mert azt, hát ugye nyilván, hogyha ez a dolog ez így igen, sikeres dátum. Lesz, akkor én elmondom, hogy mikor voltam, és akkor beazonosítják is a dátum, és nem nevet fognak mondani, hogy a december 2-én közül nem kérek, köszönöm. Nem így van. De mi van akkor, most itt nagyon arcoskodsz, bemész majd, és kiderül, hogy nem, hogy nem tudom, 1 millió nem életképes, hanem 3 darabnak ott úgy mozgolódik, de egyébként semmi, ugye, mert itt meg vagy a milliliterben hány milliónak kell lennie. Uh-huh. Vannak különböző ilyen kvótaszámok. És akkor neked produkálnod kell, mondjuk, mit tudom én, 40 millió per milliliter, az, ami alkalmas. Most azért ezt ugye lefagyasztják, kiolvasztják, tehát ott azért Han Solo is azért azt megsillette. Számomra a sterilitás is örömhír. Egy másféle szempontból. Ugye, mert itt nem arról van szó, hogy te bemész, azt is az működik. Nekem minden hír örömhír lesz, Balázs, hidd el. De ha kiderül, hogy steril vagy, az miért lenne már örömhír? Hát most mondta el, hogy egy másféle szempont miatt az nem rossz. De igaz. Na várjál, hát akkor most döntsd, hogy akkor most annak örülsz, ha steril vagy közben adni akarsz. Örülök mindennek, én mindennek. Én kis ember vagyok, én örülök én mindennek. Megkérdezted, hogy ez hogy zajlik? Bemész és? Persze. Hát bemegyek, kapok ugye. Először ugye vesznek tőlem egy mintát. 4-5 napig meg kell tartóztatni magamat. Az hogy? Azt gondolom, hogy nem tudom, ez számomra is még kérdő. Ja, amikor már látod, hogy az asztalt vakarja itt reggelente, hátra kötött kézzel, akkor baj van. Az asztalt vakarom. Igen, kapom. De már feltűnt így korábban? Igen, hogyha megtartóztatod magadat. Kívános. Meg, három napig nem volt ideje magának. Nézd, már megint ezt a korság. Igen, hát nálad a három nap azért az másnál olyan, mint 3 év. Hát tehát, egészséges férfi vagyok. Persze, nyilván hát ez náluk teljesen megszokott, meg ez nem erről szól. Leveszik, és utána pedig értesítenek. Értesítenek, és akkor utána történik majd az állományba vétel? Így van. Uh-huh. Utána állományba vesznek, akkor... Ez izgalmas. Uh-huh. Jó hangzik. Nem, egyébként kíváncsi vagyok, hogy egy sportoló vegetáriánus az egészségére. Divat vega. Hát nagyon tudjuk, figyelő, hogy... nem, hát nem vagy az. Csak vicceltem, de nem vagy az. Tehát egy sportoló, vegetáriánus az egészségére, nagyon figyelő ember egyébként mire képes? Milyen környezeti hatások érnek téged? Mennyi nehéz fém? Mik azok, amik lassítják? Hát egy csomó minden bekerül azért a te szervezetedbe, és amire nem gondol az ember. Én picit bízom benne, hogy referenciaanyag leszek. Hogy mi kint lesz az a hónap dolgozója? Vagy a hónap adója, Vadon János? Kint lesz egy visszaadási alap. Az én mozgékonyságomhoz, az én sejtszámomhoz fognak mindent viszonyítani. Lehet, hogy egyébként érted. Még azt is el tudom képzelni, hogy mértékenység lesz a nevemből. Ennek. Egy Vadon? Egy ember, akinek sikerült a 300 millió per milliliter. Ilyen még soha nem volt. Igen, és majd kérdezik meg Katinkát, hogy a legfrissebb mint, sajnos csak 0,86 Vadon. Most képzeld el, hogy valaki egy meddő pasival él együtt. Igen. Mert az is érdekes. Tehát, hogy nem csak olyan nők veszik ezt igénybe, akiknek mondjuk nincs párjuk, hanem olyan, akinek mondjuk nem életképesek a hímivarsegy. Igénybe veszi magyar. Igen. És 15 év múlva elkezdi felfedezni a te vonásaidat, mert mondjuk te még akkor médiázol, és átörökli a génjeidet a gyerek, keveredve. Majd csak nézi a gyereket, néz téged egy műsorban, nézi a gyereket, megint néz téged egy műsorban. A gyerek hello, minden... hello, hello. Ájjájájájáj. Érted? Tehát 15 év múlva akár elmehetsz a saját gyereked mellett az utcán. Matematikai törvényszerűség, hogy erre kicsi az esély, de elvileg te 1,50-es villamoson utazhatsz 15 év múlva a saját gyerekeddel, aki úgy áll majd simán az apja mellett, egymás mellett is kapaszkodhatunk. Hogy nem tudja, hogy ő az apja. Ez megdöbbentő. Ez nem? De nem, milyen érdekes, hogy azért ez megtörténhet. Kicsi rá az esély. Hát igen. Ez sem baj, vagy ez sem zavar? Ja, nem. Én ettől megijednék. Nem. Figyelj, ha örömet okozok neki ezzel, és egy nagyon nagy gondot leveszek a válláról, akkor szerintem ez jó tud lenni. Egyébként simán előfordulhat, hogy például mondjuk leszbikus párokhoz kerül ki. Az is jó. Van olyan? Persze. Igen? Hát ők is vállalhatnak. Nem? Már micsoda? Gyermeket. Leszbikus pár kérhet. Nem. Simán. Azt nem tudom, hogy most mi. Apa nélkül is, persze. Na, mocskos anyagiakra térjünk rá. Mennyit kapsz egy jó mintáért? Hát figyelj, a pénzről még nem beszéltünk, pedig nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mégis meg lesz-e belőle a gyerek karácsonyi ajándéka. Azt meg. Ne, hát ez valami jótékony célra felajánlom majd. Nem tudom, hogy
Igen. De hogy ezért neked jár? Igen, igen. Mm. Tehát elvileg ebből meg lehetne élni? Nem, nem, mert hogy nem lehet akárhány szerelni, hiszen évente talán kétszer lehet. Aha. Hát akkor azért abból még megélni nem tudsz. Kis kereset kiegészíti. De egy pici persze, hát egy megvan belőle egy mászó bérlet. Megvan belőle egy fél kiló magnéziumpor, jó ide jó. Én ezt nem csinálom. Ha kiderül, hogy steril, akkor elkezdesz gondolkodni a virágon? Hm? Hogy? Hát, hogy... Hát nem, azért az elmúlt 10 évben is lelassulhat. Nem, mert annyira cinikus az a gyerek, hogy csak élhetek az apját. Ez egyébként igaz. Na, hallgatott minket közben, ahogy látom Annától, annak az intézetnek az igazgatója, akik már előre egy oklevelet küldtek neked a hónap dolgozójaként, a hónap adójaként, Balog István, a Kiló Intézet igazgatója. Hello, jó reggelt, István! Hallgattad itt az eszmefuttatásunkat, gondolom? Hallgattam, és hogyha jól értelmezem, itt arról szól a történet, hogy Jani altruista szándékból szeretne másoknak felajánlani, tehát nem önmaga részére akarja félretenni. Akkor rögtön tisztázni kell egy dolgot az elején, mielőtt nagyon beleéli magát ebbe az egészbe. Ez 18 és 35 év között lehetséges ma Magyarországon, amennyit... De jó, hogy 20 perc arról beszélünk, hogy hány kicsi János fog itt majd rohangálni. De miért? Hát egészséges és nagyon mozog, és lead mondjuk egy 60 millió per millilitert, és kirobbanó formában vannak, akkor se lehet? Hát ez a törvény. Tehát 18 és 35 év közötti állampolgár lehet. Micsoda személy diszkriminatív intézkedéshez. Hát egyszerűen nem hiszem el. Amennyiben nem ebbe a kategóriába esik, úgy csak és kizárólag önmaga részére őrizheti meg, ami persze nem egy rendes történet. De miért? Egyébként egy 43 éves egészséges pali jobb állapotba tud lenni, mint egy 32 éves, aki szétbombázza magát mindenféle méreggel, nem? Ez pontosan így van, nekünk is, nekünk pontosan ez a véleményünk, de nem mi alkotjuk a törvényeket. Tehát az a helyzet, hogy a mai mondjuk így 18 és 30 közötti korosztály, azok, akikből egyébként a merítés történt, tehát akikből donor lesz, azokból 10-ből jó esetben egy felel meg, nagyon jó esetben, de inkább 15-ből egy. Uh-huh. A nem túl magas követelményeknek. És ezelőtt 15 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt, amióta kvázi fungálunk, ez drámaian leromlott, mert 10 évvel ezelőtt még a 10-ből 2-3, akár 4 megfelelő is volt. Már bocsánat, de mostani 20 évesek, 30 évesek, nyomorult és csermelyhez képest az én bővízi buzgárom. az ő kis cselepatakjukhoz képest, ha te nem tudom miért, érted? Te vízhozamod egy Amazonas. Tehát az többenet. És akkor nem is mehet csak öncélúan már, mint hogy magának? Tehát ha aki már ebben a kategóriában kiesik, vagy alul, vagy fölül, az úgy eljöhet természetesen, eljött azért, mert leellenőrizi ezt az úgynevezett buzgárt, amit a Jani az előbb finoman jelzett. Ezt meg lehet tenni, de csak saját magának teheti félre. Na. Kik azok, akik inkább igénybe veszik? Egyedülálló nők, vagy olyan nők, akik mondjuk meddő férfiakkal élnek együtt? Hát ez 2006 előtt le volt szabályozva elég szigorúan, akkor csak is kizárólag párok jöhettek, nem lehetett egyedülálló nő, nem jöhetett egyedülálló nő. 2006-ban változott a magyar törvénykezés, 2006 óta egyedülálló nő is igénybe veheti, de itt is azért vannak szabályok, tehát bizonyos orvosi kritériumoknak meg kell felelni, 35 évnél idősebbnek kell lenni, nőgyógyászati leletet kell hozni, stb. Tehát ilyenek. Tehát igazolni kell, hogy tulajdonképpen nem sikerült természetes így úton van, a fogantatás, vagy a teherbeesés. Pontosan. Na most, ha például valaki igénybe veszi, születik egy gyermeke, akkor az találkozhat úgy a saját testvérével, hogy nem tudja, hogy közös az apa, és összejöhet vele, nem? Hát ez nem kell donorbankba jönni, ez egyébként is megtörténhet az olyan esetekben, amikor a férfi kitekint a házasságból, de ez azért le van szabályozó donorbankokban elég szigorúan. Magyarországon 4 befejezett terhességig lehet egy donor mintát használni, tehát a 10 milliós lakossághoz viszonyítva ez 4 a 10 millióhoz a valószínűség, hogy bárki találkozik a... Tehát egy mintát 4 adással lehet felhasználni? Nem. 4 befejezett terhességig. Ez óriási különbség, és sokan félreértik. Mert nem minden mondjuk így mintaadásból születik gyermek, a mesterséges megtermékítés az sajnos sosem 100%-os valószínűséggel történik, valahol olyan 20 és 30% között a valószínűség, hogy egy mintából aztán majd valamikor sikeres terhesség lesz, és még az sem jelenti azt, hogy meg is születik a gyermek, hiszen onnan a 9 hónapig végig kell küzdeni a magát egy meglehetősen rögös és hosszú úton. Tehát matematikailag kicsi az esélye, hogy két olyan ember találkozzon, és mondjuk éljen együtt, akik egy azon apától vannak.
kvázi nulla az esélye, de természetesen nem nulla, matematikailag ki lehet ezt számolni, de tényleg van kevés. Valamennyi. Na egy kicsit beszéljünk azért arról, hogyha János mégiscsak ráveszi magát, hogy akkor saját ön céljaira eltenné az anyagot, akkor mi vár rá? Bemegy hozzátok, és mi történik vele? Vele semmi rossz nem fog történni. Előtte egy-két napig, általában azt kérjük, hogy 3-4 napig tartózkodjon a női nemtől. Nekem a Katinka 4-5 mondott ilyetei. Ezt a János szerződésében mindenképpen húzzátok alá alkoholos filc, és tegyetek oda felkiáltó jelet, jó? Tehát ismerve azért az ő öntörvényiségét, és hát nem tudom, potenciáját, azért nála ez másnak ez években mérhető, ami Jánosnak 4 nap. Tehát ez egy fontos kritérium. Meg fogjuk tenni, de ennek egyébként biológiai okai vannak, mert kevesen tudják, de a férfiak életében is van egyfajta ciklikusság, tehát a spermiumok azok nem úgy termelődnek, hogy állandóan, hanem egy 72 napos ciklus szerint, ami aztán még utána egy olyan kéthetes érlelődés következik. Tehát gyakorlatilag, ha ezt kiszámoljuk, akkor nagyjából 4-5 naponta van csúcson, mind mennyiségleg, mind minőségleg a hímivarsejtek száma. Tehát ezért van erre szükség. Természetesen lehet úgy is, hogy ezt valaki nem tartja be, csak akkor tisztában kell lenni azzal, hogy mind mennyiségleg, mind minőségileg nem feltétlenül a top anyagot tudjuk elrakni. Uh-huh. Tegyük föl, hogy Janinak ez sikerül, és akkor eljön hozzánk. Ebben az esetben az első lépés az, hogy ezt a bizonyos buzgát mi megmérjük, és akkor szembesítjük azzal, hogy mi a helyzet, mi van, és szembesítjük azzal, hogy ezzel lehet-e x év múlva megtermékenyítést végezni. Ha igen, akkor milyen típusú megtermékenyítést lehet végezni, és abból milyen valószínűséggel született neki gyermeke. Tehát mindenféle minőség és mennyiségi paramétert megállapítunk, körülbelül egy órán belül a kezében van az összes adat. Utána ő el tudja dönteni, hogy ezt az anyagot, ezt kívánja saját maga részére eltároltatni, akárhány évig, avagy nem. Hát, az a baj, hogy így már, hogy igazából nem segíthetek, hogy csak magamról szólna ez az egész történet, így már nincs is annyira kedvem bemenni, pedig azért tényleg bemenék hozzátok, csak azért, hogy tudjátok, hogy kik azok a 70-esek. De most már menjél be, ne arcoskodjál, most igen, kíváncsi vagyok. 10 millió per milliliter, 30 millió per milliliter, mit tudsz, mire vagy képes? Most már menjél be. Hogy csak a szád jár, vagy van valóság is. Meg egyébként az adásról szólt, hanem arról a 10 percről, amit te tényleg a szobában töltesz, tehát hagyjuk ezt a nemes célt. Ahhoz nekem nem kell olyan messzire utazni. Ez mit jelent, hogy saját cél egyébként? Tehát, hogyha a János 80 évesen még úgy dönt, akkor ő ezt kihasználhatja, vagy beküldhet valakit, akiről azt gondol, hogy én most neki szeretnék adni? Nem, csak is kizárólag önmaga. Tehát csak is kizárólag a saját célra letevő dönthet a mintájának a felhasználására. De azt mondja, hogy a János mondjuk beküld egy 20 év múlva, beküld egy 25 éves nőt, és azt mondja, hogy kicsim, van neked egy ajándékom, menj be, használd, akkor ez a János mintája, akkor úgy dönthet arról, hogy ki használja? Jánosnak kell döntenie, aha, és hát neki személyesen meg kell itt nálunk jelennie azzal kapcsolatban, hogy ezt a mintát ő a x éves hölgynek kívánja felajánlani. De bárkinek felajánlhatja, tehát nem kell egy házassági szerződést bemutatni, vagy élettársi viszonyt felmutatni, tehát ő azt mondhatja, hogy nem sikerült, gyere, nekem van, én tetettem le, gyere be és használd az enyémet, ezt így lehet? Igen, de neki ezt személyesen kell bemutatni, vagy hitelt érdemel igazolnia kell. Jó napot, megismerne! Itt van ez a tündérvirág szám. Istenem, a legenda! Adjanak már neki kicsit a nektarin cseppekből. Tehát akkor neked van remény, mert akkor te még így tudsz segíteni, hogyha te később valaki odajön hozzád az utcán, hogy János, segíts, és azt akarom, hogy te legyél, akkor te kéz a kézben őt beviheted a krióba, és adhatsz neki. Létre kell hoznom egy segélyvonalat. Hát még egy fontos kérdés, bár ez Janit már nem érinti, hogy mennyi pénzt vettünk ki így Jani zsebéből. Tehát ha valaki minta adóvá válhat, akkor ő mennyi pénzt kap ezért? Picit hadd menjek vissza, azért a mintaadóvá válás az nem egy egyszerű folyamat, tehát természetesen van egy vizsgálat, ami a ivarsejt számot van hivatva felderíteni, van orvosi vizsgálat, van pszichológiai vizsgálat, van genetikai vizsgálat, tehát egy nagyon, aha, mondjuk így sokrétű kivizsgálás után válhat valaki donorrá, és akkor még van egy olyan nagyon fontos lépés, hogy a mintát karanténban kell tartani 6 hónapig, és meg kell ismételni a HIV, tehát az AIDS vírus vizsgálatot, és csak aztán lehet kibocsájtani. És ha ez mind-mind sikeres, akkor az illetőről azt mondhatjuk, hogy egy kvázi katalógusba vett donor, és a sikeres mintaadásonként a mintézetünk költségtérítésként 15 000 forintot ad. Aha. Jó, de ez nem ez 4 sokan darab mintaadást jelent, hanem hangsúlyozom, ez lehet 8, lehet 10. Aha. Uh-huh.
Na jó, most már ennek a végére járunk. Tehát szerintem most már bemegy mindenféleképpen. És hát nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy jelentkeztél. Köszönjük szépen, dr. Balog Istvánnal, a Krév Intézet igazgatójával beszélgettünk. Hát most már ne add föl, menj végig az úton, nézd, prób, most már tényleg csak kíváncsiságból. Összedobjuk neked a 15-öt, ha az hiányzik. Nem, egy kép a fizikumodról. Tehát, hogy most milyen állapotban vagy, ha más nem, ezért megéri. Hát most már... Meg az egyébként jó, amit itt beszéltünk, hogy leadod most a mintát, és ha bárki bajban van, oda jön hozzád, és azt mondja, hogy János, menjünk. Az de nem? És akkor tudsz, megvan a segítség. Valaki azt, hogy legyen egy Klassz FM-es nyereményjáték a kis Janikáért. Na, hát ez nagyon jó. Hát a tavaszi rócsonkat felhúzhatnánk erre egyébként, nem? És elkeseredtél, hogy mi van? Hát igen, mert nem így képzelte. Azt hittem, hogy tényleg, hogy lesz egy ilyen olvasat a dolognak. De most mit keménykedsz itt a B oldalon? Hát előbb kell ébredni. Hát most nektek már a keményen a B oldalt karcoljátok. Hát ha ilyet akarsz, na jó, de a 8 évek korábban kellett volna ébredni. Érted? Késő megvilágosodás. Na mindegy. Végül is 14, pont ennyi egy bérlet a Spider-be. Meg is vagy. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van a szolgáltatóiparnak egy olyan láthatatlan szegmense, akiket mi nem tisztelünk elég, nem foglalkozunk velük eleget, és mégis nap mint nap azt hiszem, hogy hát a kínok kínját kell kiállniuk, és elviselni mindenféle, hát kevésbé tájékozott, kevésbé intelligens, néha megkockáztatom, meglehetősen buta, sötét vevőket, és olyan embereket, akik betelefonálnak különböző ügyfélszolgálatokra, legyen ez akár egy telekommunikációs cég, vagy kábelszolgáltató, vagy bárki, akinek csak egy kasszánál kell állni, egy hiperben, egy nem tudom milyen elektronikai boltban, és megtalálja őt a vevő. Ugye? Hát ez egy rejtett kör, szegények ülnek egy telefon mellett, állnak egy pult mögött, kevesen foglalkoznak velük. És hogy ez mire jutott eszembe, hétvégén nálunk szerelés volt, és kijött az én nagyszerű kis emberem, a D betű széktől, és minden megold, gyerekek, ha kell ember, nem tudtok olyan korcskábelt mutatni, lehúzza, beköti, fölmászik, stb. Megszólal a telefonja. Pontosabban a telefonja már akkor szólalt meg, amikor vittem haza, mert mondtam, hogy ha most ez kijön megszerelni, kell hozom, kell hazaviszem. Beültettem a kocsiba, vittem, hazavittem. Csak menjen már, ész vagyunk, jó? Mentünk hazafelé, dumálunk arról, hogy mégis mennyi fura ember van, meg hogy őt hányszor hívják éjszaka, meg egyáltalán tényleg, tehát hogy megszólal a telefonja, annyit mond, ezt figyeld. Kihangosít. Halló, tessék. Kezi csokolom. Következő volt a probléma, fölhívta őt egy 70 körüli, nem is biztos, hogy volt, lehet, hogy 60-50, nem tudom, egy ilyen idősebb hangot hallottam, de egy teljesen jó szituált. Felhívja, hogy valami baj van a csatornájában. Mondja neki a Pali, nem tudom igazán jól visszaadni a beszélgetést, de hogy tényleg milyen birka türelem kell az ilyen típusú munkához. Följegyzeteltem egy-két dolgot magamnak, hogy mondja, hogy jó, igen, nyomja meg az AV gombot. AV, távirányító. Megvan a távirányító? Igen, nyomja meg az AV gombot. A távirányító. Az nincs. Hát, de minden távirányító van. Nyomja meg az AV gombot. Az nincs. Hol van? Mondja, bal felső sarok tévégomb mellett AV-gomb szokott lenni. Az nincs. Mondja, mit lát? Hallom, hogy üvölt egy tévé. A tévé. De hogy a tévé mellett? AV van? Nincs. Mi van? AU. 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 Mondja, nem. AU. Nem hittem el. De ez már így az 5. percben. AU. Jó. AU. Megnyomja? Igen. Jó. Akkor most nyomja meg a nyilacska gombot. Ilyet nem látok. TV, AV alatt van egy nyilacska. Nyomja meg a nyilacskát. Nem látok. Mit nyom? A nyulacskát. Mit nyom? A nyulacskát. Mondja, nem nyulacska, hölgyem. Nem nyulacska, higgyel, nem nyulacska, az nincs. Nyilacska. Nyulacskát. Nyulacskát keresed. Mondja, hogy a dekóder az él, az nincs. Hölgyem, a TV alatt. Egy doboz. Van egy doboz. Látja? Az jó, van. Jó. Az a dekóder. Be van kapcsolva? Nem tudom. Hölgyem, pirosan világít, vagy zölden világít? Negyed órán keresztül fűzték egymást. Annyi volt, hogy az AV-t, ha megnyomod, akkor bejön a HDMI, HDMI 2, és AV-ről át kellett volna rakni HDMI 1-re. Ez egy negyed óra volt, és a Pali mellettem birka türelemmel magyarázta, mert hogy mi tehetett. Az a dekóder, hogy mi az a nyulacska, hogy nem AU, nem AU-t kell keresni, hanem... Nem találom. Mert hogyha, hát egy nyulacska, nem nyulacska, vagy nem nyulacska, nyulacskát keresett a távirányítója. És a néni ott kereste rajta egy nyulacskát, melyik lehet az?
És ekkor már tudtam, hogy ebből témát kell csinálni. Én mondtam neki, figyelj, hogy bírod? És mondta, hogy tulajdonképpen szerintem erre születni kell, de hogy ez az ő dolguk is egyben. Nem hogy, teheted le. Hogy nem teheti le, ő ott ül, igaz, hogy hétvége volt, és igaz, hogy ez a magántelefonja, de hogy egészen nyugodtan, ő 15 percen keresztül elmagyarázza, hogy a nyulacska és az AV a HDMI egy kicsit furán éreztem magam másnap, amikor délután kettőkor visszaírtam, hogy elállított a tévé, és mondta, nyomd meg az AV-t és menj át a HDMI egyre. Mondom, jó, felejtsd el. Én legalább tudom, hogy nem nyulacska vagy nyulacska. De hogy mennyi mindent kell az ilyen típusú embereknek elviselni. És ráadásul hogy náluk még nincs is rögzítve, mert ugye a call centereseknél ezeket a betelefonálásokat, amikor az ügyfél érdeklődik, vagy segítséget kér, rögzítik, tehát nekik még pluszban disztingváltnak kell lenniük, és visszafogottnak. Hogy én ezt mennyire nem tudnám csinálni, tehát amikor 10 perc után jön rá a kedvenc páciens, hogy nem nyulacskát kell keresni, hogy miből gondolja, hogy nyulacska van a távirányítóján, hogy nyulacska, ugye van az a lefelé görbülő nyír, balra néz, az a visszalépő gomb, vagy a begomb, vagy bármi, ugye azzal lépsz vissza, ha minden igaz. Mit mondaná? Én nem, figyelj, én szorítottam a kormányt, néztem, és szintet, nyugi, megoldom. És rávezette a nőt arra, hogy kapcsoljon át. Hogy ilyen típusú emberek ebben a munkában igazán jók, azért mennek ilyenre, vagy egyszerűen csak meg kell, hogy szokják, hogy ilyen típusú vásárlók vannak. Ez lehet ügyfélszolgálat, ez lehet tényleg de telefonos cég, pult, ugye, amikor te ott vagy és kiszolgálsz egy hiperben például, vagy elektronikája áruházban. Tehát nagyon sok ilyen típusú vevő van, ugye? Ami egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy honnan jönni az a teljes sötétség, vagy félreértés. Hát, mondjuk ha idős, akkor az nyilván az érthető. Azért bocsánatos bűn, az igen. Azért nekem is fel kellett matricáznom anyunak otthon a videókészüléket, a videólejátszót, mert hogy azért ő nem, az más, nem ebben a korban nevelkedett, úgyhogy neki ez nem volt. Tehát neki a nyilacska, a lefelé fordított piramis, illetve a háromszögecske, az kb. Az ugyanaz a kultúrkör. Jött az AV-A út azért tudta, nem? Hogy nem AU. Tehát, hogy AV nincs, és leállt hitatkozni, hogy nem AU, az nincsen, AU van, AV nincs, higgyük már el. És ha szerencséd van, akkor az olvasó szemüveget oda készítette maga mellé. De nem volt egyébként annyira, nem volt annyira idős. Hogy tényleg jelentkezzenek azon hallgatóink, akik mondjuk már nem dolgoznak ilyen helyen, és beszélhetnek, hogy mit kell kibírni, vagy akár SMS-t is írhatnak egy-egy visszajáró betelefonálóról, aki hetente egyszer éjjel kettőkor megtalálja őket, mert valahol olyan helyen dolgoznak, vagy tényleg állnak egy pultnál, és jön a garancia levelet lepecsételtetni, és 15 percen belül se tudod vele megértetni, hogy egyébként hol kell be, vagy kikapcsolni ezt a dolgot. Hogy erre születni kell, ezt nem tudja más csinálni, nem? Hát szerintem... Ehhez idegrendszer kell. Persze. Letesztelik ezeket az embereket? Lehet, hogy belekeseredik egyébként egy idő után, tudod? Tehát, hogy az elején még nagyon fölhúzta magát, hát a tévészerelő is. 10 éve csinálja, már mindegy. Mindegy, au. Figyelj, azt a birka türelmet, édesem, hát ő 40, szinte hazaértünk, és mi még szállítottam, ő még mindig. Az mondjuk jel lehetett volna, hogy beültök a kocsiba, és azt elkezd panaszkodni a csáv, hogy aki éjszaka, és aki pünköst hétvégén. Igen, és azon, hogy magamra gondoltam. Van egy klasszikus, azért ezt megmutatnám nektek, hogy micsoda birka türelem kell. Itt ugye egy idős hallgatóról van szó, vagy hát telefonálóról, akinek nem lenne más a feladata, mint egy telefonszámot följegyzetelni. Azért mondjuk nem nyulacskákat kell keresgélni, meg nyilacskákat. Itt nem is AV, HDMI, HDMI 2, nem tudom mi, itt csak egy 06-tal kezdődő telefonszámot kell fölismerni. Hogy micsoda idegrendszer kell. És a Palit érdemes figyelni, aki nem zökken ki. Nem tudom, hogy ismeritek-e, figyelj. Kicsit rossz a minősége. Befogadja a fogadást. Figyelj. Na, itt jön a baj. Figyelj. És birka türelem. Figyelj, birka, figyelj. Ez megvan. Ez megvan.
kicsit ideges. Nem, hanem... 0680 igen? Akkor 800 80 hát nem. Tehát, hogy érted? Szegény. De hogy és ez 0680 880 880, ez a telefonszám, hogy micsoda türelem. Hogy micsoda türelem. És nem teheti le? Van egy kódex, ami alapján nem szakíthatja meg, nem? Én az első perc után azt mondtam, hogy az a szám, hívja. De ugye te nem teheted le a telefon. Így van. Olyan történetek jönnek, hogy hát egész egyszerűen megdöbbentő. De tényleg, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Itt van egy hallgatónk előtte. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Csak én apróbbak, hogy mondjuk írodásra, amikor jól szám dolgoztam, ahol voltak ilyen kérdések, hogy mondjuk a tévéknél, amikor ki volt írva, hogy ez a földszelszíni adást is lehet fogni az új tévékkel, amiben az MP4 tuner van. Volt, akik így jöttek be, hogy a földön kívüli adást, ezt fogja már ez a tévé. És mondtad, hogy igen. Persze. Volt egy nagyon kedves sztori, egy bácsi visszajött, mert volt megszületett akcióban egy hűtőgép, hogy van egy kis gond, mert ő megvette a hűtőjét, de nincsenek benne azok a termékek, se a zöldség, se a hús, ami le van fotózva. Óriási. Nem mondottam, hogy hiányolta a termékeket? Hiányolta a termékeket. Ami a ládában benne volt a fotón. Aha. Igen. És mondta neki az egyik kis főnök ott a áruházban, hogy hát ez nem jár hozzá, hát ez nem így van, az csak fotó. Nem, az benne van, az ő kéri. És hát addig nyomta, hogy negyed óráig, hogy az egyik kisfőnököt tönkötette idegileg, aztán jött a másik, oda küldték a másikat, aki kicsit nyugalmasabb volt, mondta neki a kollégám, hogy hát az a gond, hogy megmondja őszintén, nincsen sehol konnektorom, ha bedughatnánk ezt a hűtőt, és így az összes termék tönkre ment, tehát a hús is, a zöldség is, és sajnos ki kellett dobni. Atya Isten, hát azért neked se volt. Ja, hát akkor jó. Neked se volt egyszerű. Hát nem. Attila, köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-re megyünk tovább. Köszi, ciao, hello. Egy hegymászóboltban dolgoztam, egy színes tükrös felöltő napszemüveget hozott vissza másnap a kedves vevő, hogy elszíneződött a lencse. Letöröltem neki. Csak akkor rögtik, amikor már kiment, így a Zoli. Légitársaságot hív a hölgy, mikor kiderül, hogy mennyibe kerül a hibás foglalás kijavítása, és elmondja a férjének a következőt, hallom, ugye írja az SMS író, aki ennél a légitársaságnak dolgozik. Mit csináltál te, asszony? Hatalmas csattanás, csörömpölés, vonal megszakadt. Írja nekünk egy volt így fölzagolatos, hogy mondtuk neki, hogy kérem, nyomja meg a kettős keresztgombot, az melyik, a hópehely vagy a létra? És mondta, hogy a létre nyilván. A létre. Volt egy olyan esetem, hogy a beteg negyed óra múlva visszajött, hogy a hüvelytablettás dobozból hiányzik a hüvely. El kellett neki magyarázni, hogy az micsoda. Na jó, de ő akkor mire vette azt a tablettát? Igen. Nem. Turizmus témakörben is lehet szemezgetni. Utas Korzikáról felhívja egy hallgató, hogy nem ég a lámpa a nappaliban. Én meg Pécsett az irodában. Tök jó. Közöltem vele kedvesen, hogy én most nem tudok oda repülni, de higgy el, hogyha ott lennék, akkor segítenék. Szerintem kérjen segítséget a recepció. Másik SMS, nagyon klasszikus, szintén egy ügyfélszolgálatos kolléga írja nekünk. Jó napot! Gázszivárgát szeretnék sürgősen bejelenteni, de mi egy telefontársaság vagyunk, nem baj, magukkal is van gondom, és neki kezdett. Tök mindegy, hogy mit hív, ez jó? Mekkora? Hát nem imádnivalóak? Nem baj, magukkal is van gondom. Na ide figyeljenek! Egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, mikor névváltoztatás történt, pannomból Telenor lett, ugye megváltozott a készüléken a hálózat neve, egy hölgy felháborodva jött be, hogy belemertünk nyúlni a telefonjába, és addig nem megy haza, amíg vissza nem állítjuk. Ezt nagyon sokan megcsináltak, annak az idő, abban az időben ez legenda volt. Eltűnt. Átállították. Én egy pizzériában dolgozom, ott is vannak érdekes vevők, rendelt egy pali egy, mit tudom, 4 évszak pizzát, és kért rá gombát, de mondta, hogy csak a bal oldalán lehet a pizzának gomba. Fordítsd meg, haver. Csak a bal oldalán, nem megyünk máshova tenni fel a gombát, csak a bal oldalán. Kutya kozmetika, szintén érdekes vevő, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot benne, de nem tudta kitekerni, inkább szedjem ki én. Láttam, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Várja, már is megpróbálta. És megpróbálta kiszedni. De nem jött ki. Hát milyen magasok ezek a kullancsok mostanában. Szegény kutya. Fogom rahadtul ezzel a csipesszel, de basszus. Óra járásának ellenkező irányba. Tekerem. Benzinkúton előttem nem működik a kerékfújú kompresszor. Kutas, igen, ki van írva, ügyfél, tudom, láttam. Miről dumálunk? Csak barátkozni akar. Tudom, láttam. Pizzériában dolgozom, vendég, kérek egy pohár sört. Sör nincs, akkor kérek egy korsót. Gyönyörű. Hívjuk a naphallgatóját. Na.
Morning show. Az bizony! Jó reggelt! Hello! Na. Nem hittél benne? Hát nem igazán. Küldjük neked az ajándékcsomagot, jó Szabi? Nagyon szépen köszönöm, srácok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor,